Nos, itt is vagyunk rögtön a második részen. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki megvárta a szünet végét. Remnant from the Ashes című játék második epizódja következik tehát a végigjátszásban. Hát azt nem mondhatom, hogy szuper sokat haladtunk volna. Apá, bocsánat, túl közel raktam a mikrofon. Szuper sokat haladtunk volna az előző részben előre, ugyanis egy instával szórakoztam leginkább, és volt egy crash is, ami egészen visszavetett minket a progressben. De még szerencsésen is jött az a szétakadás a játéknak, mert hát értitek, láttátok, hogy mi történt, szóval, hogy becrashelt. Még szerencsésen is jött, mert megújult az Insta, és sokkal jobb Instába csöppentünk, mint amiben előzőleg voltunk. Úgyhogy folytassuk már is a mókát és a kacagást a Morrow Parish területéről. Visszamegyünk oda a Ward 13-be. És megnézzük, hogy miket vettünk fel. Meg azt is meg kellene nézni, hogy vajon lehetne esetleg új fegyvereket választani magunknak. Érdekes, hogy mi képesek voltunk arra, hogy utazzunk. Hála az alapítónak. Nem, az egyébként nem alapító szerintem, hanem itt a... Inkább a teremtő akar lenni. Hol vannak a többiek és mi történt? Hát figyelj. Ford aktiválta a követ. Tudtam, hogy készül valamire. Ki akarná más meglátogatni az Old Wardot? Bocs, hogy belekeveredtél ebbe te is. És utána mi történt? Clementine követte a kövön keresztül. Mi? És hol van? És jól van ő? Hát, nem találtam még meg. Fel kell töltsem a készleteimet. Oké. Okay. Nagyon sokat jelent Clementine. Mindannyiunknak. Szerintem szerelmes bele a csávó, hogy legyen egy kis románc a játékban. Meg kell, hogy találjuk. Összeszedek mindenkit. Oké, okay. Bárhol is lehet, hogyha a kövön keresztül ment el. Nyugi, megoldom. Nem, tényleg bárhol lehet, nem érted? Helyes, más világok vannak odakint. Hozom Brabuszt meg Riggs-t, mondom nekik, hogy... Mi a fenét csinálok? Azt sem tudom, hogy... Én sem tudom jobban, hogy mit kéne tenni, mint te. Az egész várost kockára teszem. Clementine ezt nem akarná. Az is csoda, hogy te visszajöttél. Bíznom kell benned ezzel kapcsolatban, mint ahogy te is mondtad. Oké, okay. Ja, ne aggódj, megtalálom. Köszönöm, utazó. Beszélj a emberekkel. Megadnak neked mindent, amire szükséged van. Ford mindig azt mondta, a régi Commander Ford nem a Founder, hogy egy vezető és egy hős az két különböző dolog. A vezető mindig az emberei mellett kell, hogy legyen. Na mindegy. Igen, most már kezdem őt jobban megérteni. Nagyon jó, hogy magaddal megbeszéled, itt bepánikoltál, de nincsenek kérdéseim viszontlátásra. Kicsit sokat akart beszélni a csávó hirtelen, nem? Várjál. Upgrade weapon, craft weapon mod. Na, ezek kellenek nekünk. És lehet, hogy nem is kellene upgrade-elni a weapont. Lehet, hogy inkább azt kellene megnéznünk, hogy tudunk-e esetleg más fegyvert szerválni, de azt nem tudom, hogy itt lehet-e. Mindjárt kiderül. Teremtő az inkább a creator? Hát lehet, hogy alapítónak kell venni, mert a Wardot alapította ugye a fickó. Szeretnék felszerelést. De itt csak upgrade-elni lehet. Viszont abból gondolom, hogy jó sok. Ha jó sok lehetőségünk van az upgrade-re. Nem vagyok biztos ebben a Blackmo-ban. Nem tudom, hogy megéri upgrade-elni. Van egy olyan érzésem, hogy hamarosan leváltjuk ezeket a fegyvereket, és ezért aztán minek pakoljak bele bármit is, ugye? A weapon mod crafting az most izgalmasabb lenne. SMG-re van tippem, hogyha nem spoilernek veszed. Ne mondd el, kérlek. Majd ha megtaláljuk, megtaláljuk, ha nem, nem. Lehet craftelni egy Witchfire-t? Ez jó, ez nagyon jó. Aha, és ezt a bossból kaptuk meg. Alkahest Powder, Luminite Crystal, ez mehet bele persze. A Witchfire-t azt megcsinálom. Jó, legyen ez. Healing Shot, azok nem kellnek, ezek drágák is. Legyen ez akkor az a weapon bigyula, amire szükségünk lehet. Várjál, hogy kellett azt megcsinálni, karakter? Weapon modokat lehet equipelni, nyom meg az F-et, amikor egy fegyverre viszed a kurzort. Ezen már rajta van a hotshot, akkor legyen ezen rajta a Witchfire. Ja, hogy automatikusan rá is tette? Most mit csinált? Blackmo, Witchfire.
És mutátorom az nincs rajta, oké. Okay. Mod power requirement van, a power levelünk 1-es. Nulla trade pont, a vigorra pakoltunk mindent. Oda nézzenek, megérkeztek Korza úrék. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a raidet. Szevasztok, mi a helyzet? Meséltek, hogy vagytok ma? Elméletileg tudnám karakterünk healing slotját valahogy tápolni. Köszönöm szépen, hogy jöttetek. Ja, itt van a Dragonheart, látod? És itt nézd csak. Inspect, és amiket felvettünk, azokat bele is tette automatikusan. Elementar resistance, range damage. Akkor ide meg a critet kellene feltápolni. Weapon swap speed, aha, tehát a gyorsabban vált a fegyvereket. Red skill damage, range damage, ez van benne. Range critical chance, ez kellene nekünk. Melee crit chance, elemental damage resistance, ezt fogom átpakolni. Jó, akkor ezek szerint, hogyha iszunk egyet, akkor egy rövid időre megkapjuk ezeket az extrákat, ugye? Szerintem igen, szerintem így működik, hogy nem alapvetően hozzánk adja ezeket a dolgokat, hanem csak később adja oda. Lehetne tápolni a fegyvereken, de úgy érzem, hogy nem akarok pocsékolni. Most nem. Várjál, mindenáron azt akarja, hogy upgrade-eljek, tehát ez kötelező jelleggel lehet megcsinálni. Szia Bogi, szia jön a zombi, szia Deru is biztos ott van. Igen, Chili officiál, szevasztok, mi a helyzet, hogy vagytok? Meg ne üsd a csávót. Jó, rányomunk egy upgrade-et, oké? Okay? Legyen 20-as damagém, na. Lehetne amúgy tovább is tolni még, de... De nem akarom. Csak ne villogjam itt nekünk, tudod, inkább emiatt mentem rá, mert annyira azt jelezte, hogy már pedig ez lesz a küldetésünk. Ismétek ezt a játékot egyébként? Hosszú nap volt, de jó kis hunt. Ó, nagyon jól hangzik. Húzzuk ide a segünket, vagy toljuk. Tényleg te vagy az. Pletykák alapján már majdnem azt hittem, hogy nem is foglak látni többé. Hát, vissza kellett jönnöm csekkolni, hogy te jól vagy-e. Ó, tényleg? Igazából nem, el is felejtettem, hogy te itt voltál. Oké, okay, hát azt ne felejtsd el, még mindig tartozol nekem. Jó, szóval, hogy egy pontot kapunk azért, amit elhoztuk őt a dokihoz, még mindig kétszer mentett meg, még azon felül, tehát akkor még kettővel jövünk neki. Oké, okay, figyelj, elmentem egy másik világba. Ilyen viccért nem is annyira régen még hasba rúgtalak volna, de furcsa szarokat hallottam azóta, szóval. Oké, örülök, hogy jól vagy amúgy. Nem tudom, hogy mit adott nekem Doc Nora. De nem éreztem magam ilyen jól már évek óta. Oké, hol szedted a dolgokat? Környező romokból. Mindenféle hasznos szar van oda bent, hogyha tudod, hogy mit keres, és én tudom, hogy mit keresek, szóval... Éppen megtettem mindent, hogy túléljek, blablabla. Igen, régen ki kellett menteni valami öreg asszonyt, és az volt, aki a HP-k számát kolta fel. Hogyha akarnál valamit odakint, akkor tudasd velem, mindenféle cuccot tudok trédelni veled. Na, mit van? Iront lehet nála venni scrapért, az jó, és simulacrumot is, ami a relikvia és a fegyverek szereléséhez szükséges. Simulacrum. Akkor mégsem ez volt az, ami megtápolta. Hajaj, a potinkat. De az biztos, hogy erre is szükség lesz. Lehet, hogy ez majd a fegyver erősítése szükséges egy bizonyos szint után, azt el tudom képzelni. Nálad vannak új fegyverek esetleg? A Whispers az a neve a csávónak, aki néma. Nézzük, hogy van-e másik fegyó. Ó, elérhető armor. Oké, okay, menőség. Ez nem tudom, hogy miért így néz ki most. Ezt még ki kell javítani, ez egy grafikai bug lesz. Field Medic Mask. Lehet, hogy ezek olyan cuccok, hogy... ja, hogy ezek csak a többi klassznak a gyűrűi és egyéb dolgok. Mondjuk ez a healing effect után 7-10 szekig, ez jó cucc lenne. De igen, akkor ezek a Field Medic cuccok, meg a High Noon. A High Noon az ugye gondolom a Gunslingernek a cuccai. Tehát akkor gyakorlatilag most csak átöltözhetsz itt jó pénzért más fajta archetípusok cuccaiba. Nézzük a healert. Hey.
Hát te új vagy itt, ugye? Nora Camarillo vagyok. Életben tartom az embereket a környéken. Szerencsés vagy, hogy megtaláltak, amikor elég szarállapotban volt a barátod. Oké. Okay. Szóval te vagy a doki, aki összehozta, vagyis hogy visszahozta a halálból? Nézzük, hogy mit árul. Medic pin. Azt mondja, hogy... ez mire való? Matéria? Medic pin. Szimbóluma van, amit átlagosan ugye a gyógyszerekkel és a gyógyítókkal asszociálnak. Ez az overload defektet veszi le rólad és a sokkot. Aha. Antidót, az acidet veszi le. A madrab az micsoda? Ez kioltja rajtad a lángokat. Bloodroot, ez egy kicsit gyógyít. A bandage pedig elállítja a vérzést rajtad. Hát jó, ezek szerint elképzelhetőnek tartom, hogy ez az a medic pin volt az, amire szükségünk lesz majd a későbbiekben. Egyőre akkor megcsináltunk mindent, megyünk azonnal vissza és folytatjuk a játékot. Az elsőben volt, érdekes, hogy vannak régi arcok. Igen, de szerintem a Ward 13 is egyébként egy olyan hely. Ez mi ez a hely? Menjünk ide először. Ide kéne menni az órához, ugye? És ezeket már teljesítettük? Ajaj, várjál, a primary objective az ide visz minket. Szerintem ide kell, hogy menjünk. Mindegy, menjünk oda. Szóval nem a Ward 13-ben voltunk az első részben is? Vagy az hányas számú Ward volt? Mert ugye ez most már a 13-as számú, tehát ezek szerint több is létezik. Köszönöm, hogy ilyen sokan itt vagytok egyébként ma este. Remélem, hogy tetszik majd nektek a játék, és az én tolmácsolásomban is élvezetes lesz. Nagyon örülök tényleg, hogy itt vagytok, és köszönöm nektek, hogy hiába mostanság a munka miatt iszonyatosan fáradt vagyok, és nagyon nehéz indítani a streameket is, meg minden, mert legszívesebben csak lefeküdnék, és ott is maradnék. Szóval köszönöm, hogy ennek ellenére kitartatok a csatorna mellett, és remélem, hogy hamarosan, 6 héten belül, hogyha végre lesz a meló szezonnak, akkor utána már innen visszáll majd a rendes kerékvágásba. Ezen a területen még nem voltunk. Szia, what the fuck-a, hogy vagy, Mizu? Ennem itt nem sűrűn látunk, lehet, hogy az instákban vannak többen. Minek örül Smokey Bot? Ja, ez Smiley. Minek örül Smiley? Körbenézünk minden egyes kis sarokba, benézünk itt. Valaki élesítette a fegyverét. Apá! Amúgy egy melee build is tök érdekes lehet ebben a gameben, tehát hogy csinálsz egy olyan buildet, ahol kizárólag a melee fegyverekkel verdesed az enemit. Aztán megfújták a kürtöt. Jobb lett a damage-ünk. Eddig jó. Dogó lement, hogy elintézze a többiek. Hoppá! Kellemesen hűvös idő? Na persze, tudod, hogy fáztam ma? Pokol jeges szelei fújtak. Valami benga van itt a környéken, vigyázzunk. A modpa... ő az. Lőjük rá! Miért ilyen ez a mód? De jó ez. Eddig jó. Tökéletes. A bengát elintéztük. A köszönhetően a fegyver módjának. Ez jól működött. Kaptunk egy csomó muníciót. Újra töltünk. Semmi sem jó. Meleg van, az a baj. Hideg van, meg az a baj. Hát azért ma tényleg szar idő volt. Konkrétan most be vagyok, mondom, takarózva. Pedig én aztán összeszoktam, vagy ősztől maximum. Tényleg meg úgy állítom be a termosztátot, hogy ilyen 23-22 fok legyen mindig. Szóval akkor meg nincs rá szükség ugye annyira. Aki nem készül fel, július végén nagy kabáttal, az fázik, igen. Szegény csaj még akkor is magyarázott, amikor már meg volt halva.
Nézzünk körül idefent is. Nem tudjuk pontosan, hogy hová kell menni most, de igyekszünk. A játékban nincs ugrás egyébként, azt hiszem. De van. Ha a ledge végén ugrasz, akkor ugrik egyet. Újabb enemy. Wave. Kívülállók, éljétek meg őket, mondták, és arra vagy kíváncsi, hogy megtalálják az útjukat ide fel hozzánk. Nekik nincs szerencséjük, visszajött egy weapon mod, egy witchfire-t el tudok majd nyomni. Erre jártunk már itt alattam, szerintem még nem voltunk, nem, a fő utcán nem. Nagyon köszönöm még egyszer a raidet. Én is pulcsban ülök most, én aztán nem zárom be az ablakot. Én jobban tettem volna az előbb, ha bezártam volna, mert szünetben vettem észre, hogy megmart egy idő. Valami rohadék szúnyog. Jön a benga. Jön a zombi. Hol van? Nyomjuk. Tökéletes. Tök király volt, hogy egy kicsit lefele kellett húzni amúgy a fegyver vinne fölfelé, úgyhogy az egérrel kicsit ellen kellett tartani a... Mi a neve ennek? Recoilnak. Gondolom, hogy nem a recoil, mert az meg a szórás. Minek nevezik azt, amikor felfelé rángat a fegyver? Pisztolyra váltunk. Nem is weapon sway, mert az meg az, hogy mennyire rángat jobbra-balra. Az is recoil. Elképzelhető. És akkor itt voltunk ennek a másik... várjál. Jó van, hát akkor rossz irányba jöttem fel, bocsánat. Mondjuk itt fent lett volna valami a toronyban, akkor menjünk a toronyban, mert ott még nem voltunk. Az a recoil. És akkor, hogyha egy céltáblára középre célozva lövöldözöl és eltér a bullseye-tól a lövés, hát itt szórása van, az nem recoil? Folyamatos lövéseknél ugyanarra a pontra? Mert szerintem annak is recoilnak kell lenni. Itt valahogy fel lehetne menni, nem lehet, hogy ezzel az apparáttal, de hogy nem? Magától megy. Togó! Togó! Ha benne vagy, nem vagy. Benne vagy, nem vagy. Na hát, olcsó játék hülye gyerekeknek. Na jó, hírálni nem akarok. És errefelé meg nem mehetek el, ugye? Jaj, most nyitom ki a shortcutot a másik térkép részre. Ó, és akkor ez már meg van csinálva, az már meg van csinálva. Ide nem mehetünk be. Oké, de legalább akkor most egyenes úton visszaszaladhatok oda, vagy fast travel-lel. Is közlekedhetek. Jó, mehetünk. Spread. Aha, igen, igen, taktaú. Király vagy, az tényleg spread. Hitbox? Olyasmi, közel van a hitboxhoz, igen, hogy... Csak szerintem céltáblákon nincs hitbox, mert a mi világunkban a mellé lősz, akkor az mellé van lőve. Nem kanyarodik rá mégiscsak sebzésbe. Érted? Vagy találatba. Céltáblára a dolog. Na. Mindjárt megtaláljuk, hogy hol nem voltunk eddig. Várja, innen talán jobban lemehetnék. Érdekes, hogy most hogy megnyugodtak a környékbéliek. Aha, innen sem lehet átmenni, nagyon jó. Menjünk innen. Olyan, mint hogyha ez egy ilyen nagy zsilip rendszer lenne, nem? Ez a sok kapu, ez a sok rács. Itt vagyunk a másik oldalon, mehet, jó. Pisztoly, fegyver be van töltve, minden oké. Okay. Te vasz. Nincs túl nagy szerencséjük, hogy megérkeztem. Egy iron volt ide fent. Lehet, hogy fölfele is kellene nézni, nem mindig csak lefele, nem? Lehet, hogy az életet is úgy éri megélni, azt mondják. A felese tudja. Itt erre mi van? Ezek már az új területek, a térkép szerint pirosak. Piros terület az eddig ismeretlen terület. Oké, okay. Ez már az.
Nem mondod? Szóval csinálta. Egy healing kiperdül. Durván, ami következik. Hol jön? Honnan jön? Honnan jön? Ott az. Az a kutyámajom. Veri az embereket. Jaj, de szép. Ez nagyon szép volt így. Ez nagyon-nagyon jól működött most. De érdekes, hogy... Jaj, dogó elfeküdt. Érdekes, hogy nem adott semmi értelmeset, nem? 50 scrap, aztán csán. Jézusom! Jaj, szegény! Júj! Azt a mindenit! Olyan pofont kapott a nő, láttad? Konkrétan felrobbant a feje. Azt a rohadt mindenit. Elnézést, azért ezt nem... Ezt nem teszem ki az ablakba, hoppá! Istentelen nagyot kapott. Olyat kritelt. Felrobbant a feje. És akkor itt visszatérünk az útra, és balra láttam egy instát valahol. És többi úton nem lett volna valami? Érdemes nyelek körülnézni, mert a ilyen random trade könyveket is lehetett találni, ugye? Ma már szerintem 2-3-at abból összeszedtünk, és... Ha szintlépésből kapsz egy trade pontot, akkor eddig kb. Abból 2-5 vagy 3. És könyvekből még egyszer annyi, szóval el lehet képzelni, hogy mennyire fontos letérni a főcsapásról és megnézegetni, hogy hol mi van. Kapásból itt semmi. Nem ismerem azt a játékot, valami szólzák, lövöl, de... sokan annak tartják, igen. Én mondjuk nem annak tartom, mert... a checkpoint rendszeren és a dodzsoláson kívül semmi nem szólsz benne. Jó, talán még a healing az S20 flaskák számával, de végül is mondhatjuk, na. Valamilyen szinten igen az, igen. És ez már a második része a játéknak, az elsőt is végig játszottuk, és én nagyon szerettem, egy csomó időt beletettem ebbe a gamebe. Ott a következő checkpoint. Simi, gyere. Az egy kristály. Valaki sír valamilyen dria után. Ki vagy? Láttad driát, a feleségemet? Idegen. Oké, szóval a feleség elment. Valamilyen szörnyeteg ragadott el minket. Én meglógtam, de ő nem. Oké, értem. Jó, itt muszáj lesz megpihennünk egy kicsit. Aj, szerencsétlen fickó, akkor meg kell találnunk a feleségét. Mit tehettem volna, kérdezi. Megtalálom én, ne aggódj. Attól félek, hogy a felesége az valami boss lesz. Ezek úgy tűnnek, ezek a lények, mint hogyha valami Dark Souls-os izé blob lenne, tudod, ilyen véres szar, ami kúszik feléd. Véres szar, csak itt nálunk a twitch.tv.mókáson. Megérkeztünk a Harvester's Reach-be, és itt nagyon büdös van, a karakterünk szerint legalábbis. Sötét is van. Mi ez te? Ja, fene volt ez. Állítólag valahogy lehet flashlightot kapcsolni. Mi ez a hang? Rá kell jönnöm, hogy hogyan kapcsoljuk a flashlightot, bocsánat. Lehet, hogy a Q és a C. Weapon wheel. Micsoda? Ez honnan jön elő? Switch weapon X. Mi ez? Hol van?
Nem, ez a kutya. Az ott nem tudom micsoda, de elfeküdt. Hogyan lehetne bekapcsolni azt a kis gépezetet? Ezt tudja valaki? Esetleg nyugodtan meg lehet mondani. Mert hogy kaptunk mi egy ilyen lámpát, csak nem tudjuk, hogy mi hajtsa. Ez robban? Arra vigyázni. Level 3. Istentelen sötét van. Elbetű. Ennyi eszed van neked. Köszönöm. Nagy király vagy. Hát azért így sokkal jobb, hogy fénybe tudjuk a környéket pakolni. Elbetű a lámpa. Köszi, köszi, köszi. Majd én adok nektek, mondta közben karakterünk, és proceedelt, hogy hihetetlenül elhozza a pusztulást a környező enemik számára. Itt valami nagy robbantást lehet eszközölni. Der Stuhl, mondta a német. Semmi? Szétverheted scrapekért, aztán csá. Oké, azt ott ne piszkáljuk. Nem túl sok minden van itt bent látszólag, persze. Szerintem ez hamar meg fog változni majd. Ez a szoba lehet, hogy olyan, hogy bemész és hogy egy rosszul irányzott ütéssel magadra robbantod az egészet, négy hordó. Instant halál. Ott lent még nem voltam. Meg kell nézni, hogy a víz a sebezel. Látszólag mehetünk benne. Itt meghaltak egy páran a csatornákban, attól tartok. Ilyen durvi ez a fegyver, nem? Lehet, hogy a weapon mod pakolt át ilyen sötétben is világító sürületes bringagépesbe. Hopp. Azt hittem már, te nem mi van, de a kutya volt az csak. Itt jönnek, mondta hősnőnk, de én nem látom, hogy hol jönnek. Láttok valamit? Szerintem nem is jönnek. Hopp. Hol szarás? De szerintem jönni fognak. Mégiscsak jöttek. Vigyázz, az lightning. Milyen jó, hogy hátulról nem jöttek, amikor előről már... Hoppá! A kutyából kicsapott ez az elektromosság. Szerintem feltö... Azt a vidős mindenit. Dogó! Hagyd ezt abba. Ezek szerint ebben a mellékteremben semmi nem volt a durvi belemin kívül. Megnézem a másik ágat. Jó, semmi. Csak biztosra akartam menni, hát ha raid pont van itt esetleg. Menjünk ide balra, itt is valami kis terem van. Látszólag üres. Üres bizony. Egy olyan egészen nyugodt ez a Harvester's Reach. Nem kell túl sok mindentől aggódni, nem? Ugorjunk ki a vízből inkább, állítólag itt fent még nem voltunk. Hopp, vissza az egész. Igen. Milyen jó, hogy nem robbannak fel. Új, de undorító, ahogy járnak a csápjai. Lehet, hogy egész értelmes kis damage gép lesz ebből a kutyából. Eszembe jutott az a Warhammer-os játék, amivel játszottunk. Hopp. Valami alattam van. Szóval ezek így támadnak? Aha, így támadnak, igen. Dogó, hogy nem megy rá? Ez a muníció jól fog még jönni. De fent is kellene valaminek lennie. Muszáj lenne ide felmenni már pedig, úgyhogy ne hagyjuk ki azt az irányt sem.
Nem itt volt valahol a létre? Csak visszafordultam, aha, ez volt az. De az Chili Oficiál. Szia, Medi, hogy vagy, Mizu? Medi, nagyon ajánlom ezt a játékot neked, szerintem tetszik elnéd. Kicsit ilyen... Enyhén szózos. Őrületek vannak benne. És ez a második rész, az első rész is nagyon jó volt. Ki fog jönni? Akkor igen. Ajaj. Boss time. Elszaladt hílelni. Hova ment? Ne már, felhílelte magát. Ott jön. Gyerünk. Ó, Isten, nézzenek oda. Szaladás. Mehet, healing megvan. Nice, nice. Kaptunk egy újabb quest itemet. Dria enklatjét. Az azt jelenti, hogy a nőből lett ez a vadállat. Hopszi. Menő. Azt hiszem összeszedtünk mindent. Ez a quest... mutátor. Mod fragment, elemental damage, van itt minden. Csomó menő cuccot szereztünk ebből. Vissza kéne menni a fickónak megmondani, hogy a felesége... Az anklet, az nem az az ankle, az ugye a bokád. És akkor nem lehet, hogy ez egy boka perec lehet esetleg. Szia Paci Patrik 4-es. Az elsőt latináztad? Na tudtam én, éreztem az ízlésedet, látod? Csak most nincs idő, remélem, hogy hamarosan majd találsz rá, mert jobb, nem azt mondom, hogy jobb lett, de grafikailag jobb. A többi része pedig ugyanolyan, mint az előző, mint hogyha egy nagy content DLC lenne az egész game, egyőre úgy érzek vele kapcsolatban. Mit csinálsz? Nem találjuk el. Itt lehet feljönni. Minden megvan. Kutya még azért robbantgat egy párat magára. Ezt a mindenit. Itt nagyon lassan lehet gázolni a vízben. Ebből még akár probléma is lehetne. Oda benne nincs valami? Nem, csak világított az itt. Az ott szerintem egy extra trade pont. És csak, oda eldugva. Megérte benézni ide is. Igen, bizonyám. Akkor most van kettőnk. Jó lesz a plusz egy HP-ja, sosem szar, hogyha van az embernél. Hát effektíven tankol. Igen, a boss fightnál volt egy olyan, amikor nem tudott mit kezdeni magával, de így összességében azt hiszem, hogy tök jó használható. Aha. Ez nem tudom, milyen kis pockány volt. Itt fel lehet menni így. Aha. Eddig jók vagyunk. Maradt még muníció is, töltsük be a kis pisztolyt, ne az legyen, hogy váltunk és egyből gáz van. Nézd, hogy ide is fel lehet jönni. Nem, azt nem akartam volna elnyomni. Az F-et és az E-t még néha keverem, mert ennyi eszem van. Oda is be kell mennünk. De az a kis állat, amit látunk.
Az fel le lehet szedni a modot? Nem, az be van téve. És időre megy, látod? Megy éppen lefelé szépen, és mindjárt véget ér. Aha, most már értem a mod működést. Staminára pakoljunk, de minek? Még nem éreztem olyan nagy hiányát. Inkább a HP-m az, amire nem volt baj, hogy pakoltunk egy keveset. Vissza kéne menni a csávóhoz. Mondjuk ide visszamehetünk Rivenhez, majd a... Erre a hátam mögött nem voltam oda bent. Ez hogy lehet, hogy oda nem, ott nem mentünk oda be? Hát pedig voltam oda bent, itt megküzdöttünk valamivel. Na jó, menjünk erre tovább. Egy kis scrap. Valaki így sírdogál, hallod? Még ebben a világban ki az, aki nem sír, ugye? Csináltunk oda egy utat. Középen lent még nem voltunk. Vigyázzunk, nehogy valami ránk ugorjon. Ez a kis csira is meghalt. Ez micsoda lesz itt? Ez... Semmi. Jó. Így át tud ugrani. És elkapja a ledget, de érdekes. Az elektromos erősebb. Ezt nem így kellett volna. És akkor most megint... Aha. Vigyázni kell. A számláló, hogyha lemegy, akkor még egyet robban. Alattunk van? Okay. This is it. Hát innen lőni. Hát mondom, nem a legnagyobb damagém van bele. Pocsékolás szagú. Hát egy nagyobb fegyverre jobban megérni. Ott valami leesett, ugye? Itt pedig akkor ezt már felfedeztem. Itt minden rendben, minden megvan. Nézzük, mi van itt. Ott van fent egy fém, szerintem. Azt mindjárt felvesszük. Munícióval akarnék egy kicsit spórolni, tudod, hogy bármi is legyen ide lent. Mi ez? És pockányok, de esküszöm, hogy... Mint hogyha ezek lehet, hogy ha nem intézed el, akkor később ebből lesz az a nagy gorilla, tiger, tigris, puma. Erre még nem jártunk, ott bent sem jártunk. Várjál, tévedek, ez visszakanyarodik, nagyon jól teszi. Oké, tehát erre is jöhettünk volna. Menjünk, adjuk le a nőnek, a férfinak a nő bokaperecét. Mihenni nem hiszem, hogy szükséges most. Nem volt ott, de ezt találtam. Ez Driai, de ő nem... Szerintem elfogadja, hogy meghalt. Szóval meghalt. Meghalt és... Nekem... Köszönöm, idegen. Ezt magam nem tehettem volna meg, de tudnom kellett. Esik, ez nem túl sok, de ez minden, ami van. Találtunk egy Ring of Grace-t. Most egyedül kell lennie. Most mindenki hagyjon! Ring of Grace. 10% max HP regenerál vissza 10 másodpercen keresztül, hogyha az enemy megsebez téged. Ez teljesen jó, ez a gyűrű. Szevasz Zoli, jó pihenést, kösz, hogy itt voltál. Ez egy nagyszerű item, ez tetszik, ez király. Menjünk akkor jobbra ebbe az irányba is. Nem ültünk le pihenni, azt ne felejtsük el. Ezt úszt pedig nem töltünk vissza csak úgyból. Utazások során, tehát hogy hiába megyünk jobbra-balra. Most fog kijönni a benga? Ez erősebbnek tűnik.
Hova ment? Hova ment? Megvan, 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 oké, okay, minden rendben. Weak spot damage. Te a Santián, jó estét. De szuper, köszönöm szépen a kérdésed. Tiszta menő ez a játék, amivel játszunk, nagyon vártam már, hogy megjelenjen, és nagyon élvezetes a benne való előrehaladás. Sokat fogunk ezzel a játékkal játszani. Egyébként régen mondtátok, voltatok egy páron, akik visszasírták, hogy na, de mikor lesz már még egyszer, vagy valami még ebből a gameből. Itt is ki fog jönni egy benga, ugye? Nem jó, ez nem jó így. Szaladás. Arcane Strike Created kaptunk. Jó, ez miféle küldetés lehet most, amit csinálunk? Ezt nem is értem, hogy mi zajlik. Folyamatosan írtjuk ezeket a halmokat kifelé és az azokból kijövő enemiket. Kapunk bele jó trade-eket, nem arról van szó, csak mi ez? Arcane Strike, meg kaptunk egy ilyen izét, spiritet is? Nem. Mod Power Generation a melee damage-ből. Eddig nem úgy tűnnek, mint hogyha túl hasznosak lennének számunkra, de majd a játék során kiderülhet, hogy kötelező a használatuk. Szevasz Venka, jó pihenés. Szép ez a játék? Ez egy marha jó játék. Istentelen király. Mindenkinek, aki megy már aludni, annak jó pihenést kívánok, és köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok ma. Holnap este a Final Fantasy következő epizódját láthatjátok majd. És holnap után pedig befejezzük a Yoshi's Crafted World-ot. Ide még el kell mennünk erre. Hát akkor gondolom, hogy most kellene vissza respawnoltatni mindent, mert nem maradt potim. Lehet, hogy előre felé egy csomó mindent hamar összeszedhetnék, de inkább azt mondom, hogy respawnoljon minden. Szóval befejezzük a Yoshi-t, és aztán a System Shock-kal is fogunk játszani majd. A mutátorokkal egyedi módon fejlesztheted a fegyvereidet, új mechanikákat és egyéb királyságokat nyithatsz fel. Dwellnél lehet őket rápakolni az utcokra, oké. Rá lehetne pakolni erre a fegyóra, csak nem akarom. Nem fog felengedni. Azért nem akarom rátenni, mert még mindig tartom, hogy előbb-utóbb kell, hogy egy jobb fegyvert találjak. Bármi, csak jobbat. Ez még ilyen nagyon level 1 gunnak tűnik nekem. Ezért sem akarom túlzottan fejleszteni. Szegény, hogy beesett. Pedig errefelé megyünk, jó fele vagyunk. Az a rész ott már ismeretlen számomra. Meg vagyunk mind a háromban? Így van. Itt már jártunk ebben a tárnában. Alul nem voltunk. Mi ez a hang? Nyilván le kell, hogy essek. Ja, azok a smötyik ott. Aha, onnan kivettük. Jó, mehetünk. Szerintem arra felé kéne menni, de aztán lehet, hogy balról kell rákerülni. Nézd. Ja, persze, mert itt kirobbantottam az utat. Aha, és akkor ide meg vissza lehet majd jönni. Értem. Ott lesz egy shortcut lefelé. Ez Eli, zöld. Érdekes, szerintem nem volt szövetséges. Maximum azért lehetett zöld, mert nem bántott. Aztán lehet, hogy megöltem egy fontos.
kulcs NPC-t a játékban. Reméljük, nem így van. Hopp, ez mi? Mi a szar az? Azt hittem, hogy a sarkon befordult a Tyrael, normális vagy? Kajak, mondom, jön a Tyrael, hallod? Olyat izért desseltem, ilyenrel is desseltem majdnem, olyat bukfenceztem volna itt. Urán barátkozunk, ja. Ez lesz az. Mi? Itt van valami lila fent, nincs csak. Oh, oké. Okay. Ezek szállnak is. Nagyon ügyesen térnek ki. Érdekes. Ebből biztos, hogy lesz boss fajta. Tehát ezekkel a mechanikákkal tutira megszivatnak minket egy bosszal ebből, sok HP-val, mindennel. Felmehetek? Nope. Jobb neki, hogy nem él, nem? Szenvedett, ordított, sírdogált. Mondom én. Az mi? Mi volt az a lila ott nála? Valami... valamit elhajított. Lehet, hogy mégiscsak fontos őket elintézni. Menjünk körbe. Igen, az nem egyszerű muníció, az valami több annál. Mindjárt átmegyünk oda. A lootért, akármi is legyen az. Gyakorlatilag level 0-án vagyunk, így aztán minden is fontos. Mi ez? Fentről bánt, oké. Vigyázzunk. A szegér érzékenységem lehet egy kicsit túl erős, de... Most már azzal megyünk, amink van. Ha ezt megszokom, akkor ez is jó lesz. Meg mondjuk elképzelhető, hogy lesznek olyan boss fight-ok, ahol kicsit távolabbról kell majd intézkedni, és akkor lejjebb veszem. Láttuk, hogy itt volt valahol a loot. Szevasztok! Bántanak. Csak le kéne menni pedig. Itt van. Ez mi? Ó, ez egy quest item. Valakinek a levágott keze? Jó, még nem találtuk meg az NPC-t hozzá, akinek le kell adni, de tudjuk, hogy létezik. Reliquia dust, scrap, fairy needle. És ott lent abban a kis izébe, tócsában még nem voltunk. Akkor menjünk oda, amit őriztek ahhoz a kapuhoz. Nem tudom, hogy innen fel lehet-e menni. Sanda, gyanúm, hogy itt akkor már nem mehetsz fel, hogyha egyszer lejöttél, ugye? Aha, hú, hát ez nagyon jó. Úgy, hova lett? Csak úgy azt mondta, hogy nyomok egy venist. Tudod, a World of Warcraft-os izét, WoW of Warcraft-os rogue skillt, és így eltűnt. Szia, cicafű, jó pihenést, kösz, hogy itt voltál. Körbe megyünk megint. Mondjuk innen, meg ha megnézed, apá, mögöttünk egy láda. Térképet kell csak vizsgálni és bejelöli egyből a ki nem vett dolgokat. Szóval, hogyha itt leugrasz, ez egy shortcut vissza a kapuhoz elméletben, ugye? Igen, igen. A Z-t azt nyomogatni kell, az egy kicsit ilyen idegesítő dolog a gameben. Most jó úton vagyok? Igen. Nem azt alkvíla, hogy vagy, Mizu? Szóval erre mászkáltunk, és szemben volt egy nagy kapu, amit többen őriztek, úgyhogy oda most bevegyünk, és megpróbálunk rendet rakni. Ha a játékot visszafelé játszod, akkor olyan, mintha mindenkit meggyógyítanál tulajdonképpen, nem? A vákumpuskáddal, mint a Terminátor visszafelé nézve. Stockpile Charger. Egy újabb gyűrű. Akkor itt nem is kapu volt, hanem csak egy gyűrű, ugye?
Azt mondja, hogy miután ammót veszel fel, annak az ammó típusnak 13%-a nő a damagéje 20 másodpercen keresztül. Az jó. Ez akkor hova kell mennem? Hát ez akkor viszont tök fura. Nem lehet, hogy ez egy insta volt. És ott mit mutat? Ja, hogy ott van egy láda lent. Akkor elképzelhető, hogy ez csak egy ilyen dungeon volt, de most tényleg, mikor jöttem be ide? Hát ezt akkor tökre félreértelmeztem, hogy mi van. Mondjuk quest itemeket kaptunk, valakinek a levágott kezét megszereztük, ez még kérdéses, hogy kinek kell. Inventory, levágott kéz. Inspektáljuk, lehet, hogy van rajta egy gyűrű, hát persze, de hülye vagyok. Innentől a kéz az nem kell. Ring of the Damned. Aha. Mit csinál ez? Micsoda? Hogyha van szürke HP-d, akkor minden damage-e 10%-kal növekszik. Érdekes. Szürke HP-re még nem jöttem rá, hogy mit csinál. Ez hogy jön, meg hogy nem jön. Lehet, hogy az valami olyan HP, amit tudsz még regenerálni bizonyos forrásokból. És ha ide lejössz, akkor ezt is felfedezed. Na mindegy, húzzunk el innen. Menjünk ki ebből az instából. Az viszont ugye nem Souls-like mechanika ebben a gameben, hogy az XP-zés, a szintlépés. Ha meghalsz, akkor meg vagy halva, mész előről, de ha... Tehát azáltal nem veszíted még el a megszerzett soul mennyiséget. Tehát érted, hogy mit mondok. Lehet, hogy a többi quest itemet is meg kéne vizsgálni. Nem. Azokat már néztük. És akkor erre jutunk el a lehető leggyorsabban. Mondjuk a láda az itt van lent. Túl sok érdemi dolog nem volt benne azért. Gyorsan húzzunk el innen és próbáljunk tovább menni arra. Lehet, hogy megszereztünk valami kulcsot esetleg valahol. Valahol találtunk kulcsot, de szerintem az még a játék elején volt. És ha most azt felveszed, akkor alul lehet látni a buffot. Látod, hogy a 10%-os damage 9 helyett 10-esek pörögnek, aha. Alul lehet látni a 20 másodperces visszaszámlálót. És akkor gondolom, hogy itt csak ki kell, hogy menjünk valahogy ott szemben, aha. Jó, hát egyébként nem volt ez egy olyan insta, amiben ne kellett volna bejönni. Ha belegondolsz, két gyűrűt szereztünk oda bent, mind a kettő hasznos. Nem csak azért, mert nem voltak még, hanem mert amúgy sem tűntek rossznak, amiket adnak, amiket biztosítanak. Milyen szép ez a gyűrű. És most, hogy ezt a helyet megnéztük, itt ezen a részen még nem is voltunk. Ez pontosan az a rész, amire itt hátulról fogunk kinyitni egy shortcutot. Ide akartunk bemenni. Na! Ez menőség akkor. Nem lehet, hogy ott fogjuk megtalálni valamelyik társunkat? Mondjuk Clementine-t vagy... Vagy a Founder? Azt a mindenit, milyen toszkos. Ez veszélyesnek tűnik, mondják. Amíg a kutyaharapás is elég kemény. Ez a 20-as damagéjával működőképesnek tűnik. Onnan is jön majd valaki. Itt nem jártunk még, aha, és akkor itt van egy pont, ahol lehet pihenni, checkpoint. Nice! Kis pihenő. Azt várni fogom, hogy folytassuk ezt a játszást. Kutya még öl valakit ott hátul. Ti hogy érzitek? Milyennek tartjátok így a csatornán?
Idebent még nem jártunk, ez. Aha, oké, ott volt egy fickó, vagy valamilyen árny. Te para volt az a nő, láttad? Ez egy elvegyógyintézet? Mi a fene? Mit csinálnak? Hallgassak, térdeljek le, imádkozzak. Vakók vannak mindenhol. Az őrület megfertőzte őket. Vigyázz magadra, mert ő itt van. Mire fáradt vagyok. Nem tudok aludni. Nem szabad aludnom. Oké, nem mindenki áll velünk szóba. Van egy zöld item. Ezt a rohadt mindenit mit küldött, láttad? Egy ammo box. Ezt az ajtót eddig nem tudtuk kinyitni, mert innen nem tudtunk erre átjönni. De most akkor ez is megvan. Alattunk van még item, lila is. Hol a másik? Megvannak. Lila tárgy itt lent valahol. Ó, egy antidót. Kell egy kód ehhez. Olvassuk csak el. 2 ura 560. Trilli Lamin azt mondja, hogy a páciens 183-ban kisebb változtatásokat okozott. A személynek az aktivitása és a pulzusa is megnövekedett. Még mindig nincs a szóbeli kérésekre semmilyen válasz. Azt mondom, hogy több legyen a dózis a 48 EC-vel. Oké, naponta. A 47-es. Várjál, elektrosok terápiára lesz, ha igen, blablabla. Levint kell informálni személyesen ezekről a változtatásokról. El szokta felejteni ezeket a leírt instrukciókat. 2560. Gondolom nem ennyire egyszerű. Nem. Pillanatra azt hittem, de nem. Tehát mi lenne, hogyha... Várjál, ezt lehet tovább is olvasni. Aha, oké. Okay. Van még következő oldal. Elektrosok terápia, blablabla, bla, igen. Rosszul kiszámolt dózisok. Több páciensek is belettek adva tegnapi napon. Egy páciens hasa át fel kellett pumpálni. Tehát ki kellett mosni a gyomrán. Mindig nem tudjuk, hogy milyen hosszú távú hatásai lesznek ennek. Ez a harmadik alkalom ebben a hónapban. Levint el kell, hogy küldjük. Jó. Jó, ezt gondolom, hogy számunkra nem annyira fontos. Több páciens is megőrült. Vissza magyaráznak mindenféle hülyeséget. Vagy rossz gyógyszert kaptak, vagy még rosszabb. Aha. Itt azt írja, hogy totál ki van már fáradva. Azt gondolja, mivel napokat töltött el intenzív kihallgatásokra és nyomozással, hogy a probléma nem a rossz dózisok és a gyógyszerekben rejlik, hanem azt gondolja inkább, hogy valamilyen tömeghisztéria alakult ki itt az elmegyógyintézetben. De mi okozhatott ilyen dolgot? Oké. Ez nem csak az elmegyógyintézetben történik, írja kicsit később, hanem... Új páciensek is mutatják ugyanazokat a üneteket. Például tegnap volt egy cipőkészítő, Vargának az asszisztense azt állította, hogy küldetésem van, hogy valamilyen gonoszt kiírtson. Jaj.
Hát akkor ugyanúgy jöttek ide, mint ahogy én is jöttem, csak őket elkapták, és aztán, aha. Hajaj. És vajon ebben benne lesz a megoldás erre a... Azt mondja, hogy... Dokumentál mindent, amit csak tud, de elég nehéz. A... Az itteni személyzet elkezdte verni a pácienseket, akik arról beszélnek, amit láttak. Nem lehet bennük megbízni. Maybe azt egybe kell írni, vagy külön? Egybe? Persze, az egy szó. Minden dokumentálnia kell. Valamilyen Night Weaverről beszélnek. Gyakran a páciensek. Három Romi. Láttam. Nem mondhatom el a személyzetnek. Nem, az nem szabad. Az álmaimban jött el, pontosan, hogy a páciensek is leírták. Beszélnem kellene velük. Igen, többet meg kell tudnom a dokumentációs célokból. Többet meg kell tudnom róla a Night Weaverről. Nem, ezzel még magát a kódot nem kaptuk meg. És ha körbenézünk a teremben, az óra esetleg, nem, nincs rajta semmi. Hogyan lehetne? Nem látok egy számot sem sehol. Nem lehet, hogy mégis a könyvben volt benne valami kód. Itt van valami piros. Quest item. Ezt nem tudjuk mi volt, de odafent szerintem leborult egy szekrény. Inventory. Mi történik? A kutya védelme szerintem, ameddig az inventory-t púrjuk. Szóval ez a Stonecarved-dól. Nem olyasmi, amit meg kéne vizsgálni, ha jól gondolom. Nem, ezt valahol el kell majd vinnem. Láttam-e Dr. Morrow-t? Azt kérdezi. Hát nem, nem nagyon láttam, kisbarátom. Vagy ha láttam, akkor már lehet, hogy nem él. Lila lút van itt, meg zöld lút is van. Az alján nincs valami. Nem, nincs. Hátulján sincs. Nem. Jó volt az ötlet, de sajna nincs. Tehát itt van bent a láda, benne valami epic loot-tal. Ott volt megint valami fekete fickó. Ezt ki lehet nyitni innen? Nem, erről az oldalról nem lehet. Több ajtó is van itt, és quest is van. Menjünk a quest felé, hoppá, ajjajjaj. Ajjaj. Rossz hírek lesznek ebből. Az mi lesz ott középen? Ez mi? Beteszem oda a Stonecarved-ot? Nem, egyik sem odavaló, nem, nem. Ez valamilyen pókháló, ami középen szorongat valamit. Gondolj valamire, gondolj valamire. Beszéld magad az ébren létbe, vagy hogy maradjunk ébren? Várjál, itt le lehet valahogy... ez mi lesz? Shock device, egy új amulet. Amuletem még nem volt eddig, ez miféle? A bal altal kell lehajolni. Shock damage-ot 20%-an megnöveli meg az overload-idat. Hát nekem egy sincs. Arról beszél, hogy valaki jön. Szerintem a Night Weaver. Szörnyűségeket álmodok, aztán semmi. Fájdalom, semmi, csak... semmi és félelem és semmi. Oké. Kell találnunk itt még egyet és másik. Valaki jön balról, jobbra. Ezt a mindenit. Megvan. Jó, kicsit para volt.
Mi a helyzet? Elfoglalt vagyok. Te miért zárkoztál be ide? A személyzet rakott be ide. Mint hogyha átlagos páciens volnék. Őszintén nem gondoltam volna, hogy képesek ilyesmire. Nem számít, ez egy áldás inkább. Időt ad nekem, hogy befejezzem ezt a szobrot. Aha. Mit faragsz az álmaimat? Magát a Night Weaver. Ahogy alszom, és ő meg táplálkozik belőlem. Tisztán látom a részleteit, mint a nap, amikor felébredek. Eltűnnek, mint a párás levegő a téli, érted, a téli fagymam. Mi az a gestalt? Elvesztettem mindent. Hogy milyen régen, azt meg sem tudnám mondani. Van nálam valami, ami a tiéd? Miről beszélsz? Odaadom a babát. Na, köszönöm, idegen. Nem felejtem el neked ezt a kedvességet, mondja. Ezek a barom ápolók csavarták a kezemből, amikor próbáltak elcsendesíteni. Oké, mi az a Night Weaver? Pontosan ezt próbálom összerakni én is, hogyha hagynál dolgozni. Oké, miért zártak be téged ide? Sajnálom, tényleg nincs erre időm, hogy most elmondjam. Be kell, hogy fejezzem. Miben fognak segíteni a régi szobrok neked? Elemi pszichológia, amit a páciensek is használnak. Oké, értem. Akkor el kell neki hozni a többi ilyen darabot is, ez alapján. Szóval egy jól összerakott egész, amit úgy figyelnek egészében jobban, mint a darabjainak összességét. Ezt hogy kell értelmeznem? Mit jelentsen ez szerinted? Mint a gestalt definíciója, amit odaírt közben, nem hajnal, úgy értem. Itt van a szimulakrum balra, emlékeztek? Azt kellett összeszedni. Ezt akkor most már ki lehet nyitni? Ja, persze, kívülről volt ugye erre teszelve, hogy nehogy kijöjjenek a páciensek, és a szimulakrum pedig oda van eltéve, ez egy quest item. Itt valami ki fog jönni. Szerintem moddolok. Itt mi van? 1/6 oldal. A sikoltozás a legrosszabb. Hát ennek kórháznak kellene lennie, nem így van? Egy kórházban sem sikoltoznak így. Nem mondhatok semmit, mert ez egy állást biztosít számomra. Ez több, mint ami a legtöbb embernek van, és a családomnak jobban szüksége van rá, mint másoknak. Csak le kell szegnem a fejem, és tisztán kell tartani a környéket, semmi több. Oké. Nem akarja elveszíteni a munkát. Valamilyen csapat, vagy csoportterápiáról beszél. Baromság, hogy engem kérdeztek, de mindegy, nem vagyok orvos. Azt tudom, amit én a saját életemben látok, de ki tudja. Talán segítenek a lányoknak majd a pirulák. Következő. Fény jön át a földön. Megtudtam végre, hogy mit jelent ez. És miért van mindig kiáltozás, mert hogy odalent kínzásokat hajtanak végre. Aha. Azt mondják, hogy nem engedhetem őket ki, mert akkor bántanák az embereket. De mit csinálnak odabent? Még mindig emberek. És ez még mindig fájdalomokozás. Új páciens jött be ma. Nem másabb, mint az én kislányom. Nehezen beszél, furcsa hangokat ad ki. Ugat meg ilyenek. Keze nem hagyja abba a mozgást. Aha. Valakinek a fia. Ki hozta be vajon? Aha, szóval Dr. Moróba futottam a mai napon. Elment mellette, mint hogyha ott se lettem volna. Ez az egyik előnye a munkának, hogyha engem kérdezel. Senki nem veszi észre a takarítót. Jobb is így. A legutolsó dolog, amit szeretnék, hogy rám szegje a tekintetét, vagy a mindegy. Valaki jött a házhoz tegnap, valaki az elmegy úgy intézetből. Nem találtak semmit, de rohadt ijesztő. Személyes... Tehát, hogy a personal days az ilyen szabadnapot vesz ki, amikor a lányának van egy epizódja. Ez azt jelenti, hogy a lányának megint ugye rosszul van, vagy valami ilyesmi. Hogy nem tudták-e meg még vajon?
Nem akarom őt elveszíteni. Az én lányom talán lehet, hogy nem normális az élete, de az rohadt biztos, hogy megadom neki a legjobb életet, amit tőlem telik. Nem fog itt ebben a szörnyűségek házában élni. Megküzdök mindegyikkel, aki megpróbálja elvenni tőlem. Aha. És akkor ide zárta be a kislányát? Nem, ez nem a kislány. Ez nem a kislánya. Nem, nem. Azt a mindenit. Menjünk el tőle, Ripsu. Egy boss. Hallod, vortexe van, húz magához. Azt a rohadt mindenit. Gyerünk! Nem mondod! Áh, még jó, hogy van egy kutyám. Megvan. Még egy Stone Carved-dól. Még tényleg szerencsé, hogy a kutya itt volt. Az utolsó pillanatban kapott el az a rohadék. Mi van ide bent? Ez egy simulacrum. Oké, ez pedig a harmadik emelet kulcsa. Plusz egy trade pont. Új mutátor, új quest item, simulacrum. Harmadik emelet kulcsa. Itt ezt ki lehet nyitni? She comes. She comes. Nem, nem úgy tűnik, de nem baj, menjünk fel. Tök jó volt ez a vortex, hogy így szívott magához. Tehát azért bossoknál lesznek majd ilyen módosítók, amivel ugye össze tudják bolondítani az egész játékot. Tehát látszódik is, hogy... Már ezt olvassuk el? Mi ez? Ez semmi, csak hogy kik jöttek be ide. Lehet, hogy fel kellett ma ismernem valakinek a nevét, de nem sikerült elsőre. Kellene nekünk valamilyen pont, ahol megnyugszunk, nem? Tehát egy ilyen... Várjál, lehet, hogy pont alattam van egy respawn, ugye? Itt van lent a checkpoint, aha. De akkor ide bent mindenki feléledne. Le tudnám vinni még ezt a Stone Carved dolt, de a harmadik emeletre is felmehetek. Csak meg kell találnom, hogy merre pontosan. Kell, hogy legyen valami hely, ahol felmegyünk, egy lépcsőforduló, egy létre vagy bármi. Ez nem az. Lehet, hogy kívülről kellene ezt megtalálnom? Nem, szerintem ez az. Ide kell a kulcs. Na, lássuk, hogy a harmadik emeleten... Oké, lássuk. Nincs több skúló. Eddig okés. Az igen. Mögöttem is van, igen. Healing. Nem talált el. Nice, level up. Itt pedig vigyázzunk. Egy insta várható. Itt le lehet ugrani a földszintre egészen. Olyan halál kerekedik ki abból mindjárt. Ide meg bemegyünk, itt van valami balra. Elképzelhető, hogy az instában lesznek a card dollok, tudod, amire szükségünk volna. Best friend perk. És ez miféle? Hogy ezt nem is itt vesszük fel, hanem az valahol máshol nyílik ki. Hogyha relikviát használsz, visszatölti a Companion HP-ját.
revive speed az, az 15%-kal megnő, az ismerő. Tarás! Mondta a karakterünk. Valamit nagyon őrizgetnek. Vannak egy páran, nem mondom. Emlékszem, hogy voltak ilyen részek az előzőben is. Ó, még egy baba. Oké. Okay. Nem lehet, hogy ez az összes esetleg? Bármilyen insta is legyen ide bent, én bemegyek. Ó, érdekes. Na hát. Ez csak egy olyan ajtó, amit a falra rajzoltak, és most lazán bemegyünk. De jól néz ki. Ez biztos a Nightweaver maga. Szép ez a hely nagyon. De nem kedveljük, ahogy ez kinéz, ott a checkpoint. Hadd üljek fel egy másodperc. Megint lecsúsztam. Iszok egy kortyot, és már is nekivágunk a következő instának. Nya. Lássuk, hogy mivel próbálnak. Próbálra tenni minket a játékfejlesztők. Karel 76, kösz a követés, szevasz. Ez micsoda? Ez adott nekem valamilyen buffot, ami 55 szeken keresztül tölti a HP-mat. Ez egészen jó. Nem lehetetlen, hogy jobban jártam volna. Ilyen nehézségi szint, ez veterán. Lehet, hogy jobban jártam volna, hogyha upgrade-elek egyetmást. Ez az insta olyan insta, ami mindenkinek megjelenik? Tehát aki elkezdi a játszást, nyom vele 3 órát, az ide itt fog kikötni? De rohadt jó, tiszta Elderinges, nem? Tavasz. Ő lesz a Nightweaver. How intriguing. It would seem this twisted world is not yet depleted of surprises. Úgyhogy, hogy ebben a furcsa világban még nem merültek ki a meglepetések. A fény világában üdvözöllek, vagy legalábbis ami marad belőle. Namue vagyok. Istennő. A fék istennője. Mi az a Counselor? Az egy igaz királynak volt az valamikor. Látja, amit nem látnak mások? Mi hozott minket ide? Találkoztunk Nimue-vel. A barátomat keresem, aki olyan, mint én, és Clementine a neve. Like you say? Olyan, mint te, azt mondod. Egyedi ízlésed van, ismeretlen számomra. De az alakot talán. Igen, ismerős. Láttam ezt a Clementine-t az álmaimban, a látomásokban. Te alakodat veszi fel, ugye? De más íze van. Hatalmas. Igen, igen, az rával. Láttam őt egy ilyen valami királyságban, ajtókkal, lehetőségekkel, de nem ismerem fel. Sőt, az utat sem ismerem oda. Nem itt és úgy sem, ahogy a dolgok jelenleg állnak. Nem ez egyetlen lélek, aki válaszokat keres. Volt egy másik is. Szintén ezeknek a királyságoknak a lakója. Férfi. Példaként vagy megjelölve. Aha. A Nightweaver célpontja vagyok? Azt mondod, hogy vadászik rám.
The scent is as strong on you as it was on him. Olyan erős rajtad a szag, mint ahogy az rajta is volt egy férfin. Nem tudsz előre elmenekülni. Lehet, hogy nem jön el most, érted, de valamikor el fog. És amikor megtalál, akkor nem élheted túl, ha csak. Ha nem vadászod le őt előbb. You might hunt her first. Seek her out, strange one. Keresd őt meg. Carry the heart of one of her recent victims to her realm. Vidd el az egyik nem régiben történt áldozatának a szívét az ő világába, és vágd le, mielőtt elkezdődne a vadászat. El tudlak küldeni az ő vadász mezeire. Ez az egyetlen segítség, amit adhatok neked, ha bár több nehézséget hoz majd neked, mint segítséget inkább. Értem? Mit tudsz elmondani arról a helyről? A káosz uralja azt a vidéket? Mástól is kell férni, nem csak a lénytől. És mi a Nightweaver? Egy istennő, egy furcsa istennő. Az álmoké. Ha. De már nem tartozik közénk. Oké, mit tegyek, amit megszerzem a szívet? Keresd meg a fészkét. Kimondhatatlan szenvedés helye lesz. Aha. Oké, készen állok. Attól félek, hogy le kellett volna adnom a szobrokat, mielőtt elmegyek hozzá. De hát mindegy, akkor menjünk, nézzük. Szia KitKat, mi a helyzet? Hogy vagy? Jó estét neked. Jó, ismerős helynek tűnik ez a Forsaken Quarter. All right, let's do this. Na, akkor csináljuk meg. Ilyen kis unott hangon mondja a karakterünket. Eddig nem tűnik bonyolultnak. Ugyanazok a mobok, akikkel már találkozhatunk eddig. Kutya is van. Próbált volna kitérni. Nem szuper, hogy van a nyakacsukod. Most a derekam az fáj. Sajna. El kellett ülnem az előbb, már éreztem, hogy ez így nem lesz jó. A csuklom jól van, a nyakam az most oké, és a derekam szarakodik. Köszönöm szépen az aggódó kérdést. Van-e itt lent még valami? Valaki hümmög. Te ki vagy? Ez egy gyerek nagy fejjel? Meghajol és... Kövessük szerintem. A legjobb az az, hogyha követjük. Megnézzük, hogy hová szalad. Lehet, hogy valami kincset akar mutatni? Hát feltételezem, hogy nem ártok azzal, hogy megyek utána. Úgy ültél, mint egy kérdőjel? Nem, csak egy kicsit lejjebb csúszott a seggem. Mármint kellett volna térnöm környékére. Hova megy? Erre szalad, menjünk utána. Eltűnt a gyerek. Ide jött és eltűnt. Hát akkor nem érte meg követnem. Ennek a kutyának a falba volt bedugva a feje. Eddig jók vagyunk. Itt még nem voltunk lent. Valami bengát hallok, igen, igen. Itt valami benga van, vigyázzunk, ne menjünk még le. Még ne, még fent. Még megnézzük, hogy erre mi van. Ezek... Gyerünk! Megvan! Királyság! Ez mi lesz? Mit csinál Smokey-ból? Hékás! Mivel ezt a szemét? Valami fébrúzőringet találtam, bocsánat. Mi
Hey, Bruiser Ring. Az engem dobott és a kutyára nézett. Milyen nagy attack speed-em van. Gonoszkodik a kis szemétláda, igen. Eddig jó. Az elvalt, mint az előző boss. Itt van egy checkpoint. De miért oda mennék, még ezt megnézem. Bocsi, hogy mindenhova benézek, de látod, itt is van egy láda. Annyira sok ládát nem találom. Hogy csak úgy itt lehessen hagyni. Ott fent pedig, akkor ott lesz az a létre, amin lejöhettünk volna ide. A térkép szerint ott van még egy rész, amit nem néztünk meg. Öljétek meg őket. Mondta a nő. Szerintem ide jobbra nem néztünk be az előbb még. És az Asylumban nem adtuk le a quest itemeket. És abból több is van. És nem tudtuk meg a kódot. Nem lehet, hogy a nő elmondja majd a kódot nekünk. Ez olyan volt, mint az a boss, akit elintéztünk ma már. Én úgy dobálta volna a bombát, csak szerencsésen. Hát mondjuk úgy, hogy deaktiváltuk. Munícióból van elég, scrapünk van. Ne lehet, hogy nem ártana visszamenni, hogy fejlődni sem haza. Olyan, mintha nem is egy instában lennénk most bent. Pedig elméletileg annak kell lenni. Healingünk az van. Ezek itt micsodák? Drenchild. Ott van egy csomó létre. Menjünk erre. Jelent az, hogy feredjen? Ja, Kata nem szokott fürödni? És a másik, a Kit Kat, ő szokott? Új, de undi. Na figyeljünk, mert most már én durvát cimatolok. Itt valami kemény lesz. Annyira kíváncsi vagyok erre a Night Weaver-re, de itt most egészen nyugodta. Ah, egy láda. Relic Dust-ok. Kis kutyasi, mi nagyon jó. Szevasz, Iván, mi a helyzet? Nem kéne, nem tudom, mi erre a divat. Nálunk mindenki kétszer fürdik per nap. És háromszor most fogad. Itt valami van benn? Nem. De ezek is random generált térképek lehetnek. Hogy nehogy megunhasd, és mindig legyen mit felfedezni benne. Azt mondja, Iron 2, handgun ammo. Az igen. Jönnek megint. Jön a durvító. Gyerünk. Megvan. A fegyegetés ezzel el is hárul. Lehet, hogy a HP-nkre tölteni kellene egy keveset, mert nem ültünk le az imént. Meghalt ő? Nem. Úgyhogy felrobbantotta magát még a végére, ezt nem láttuk eddig. Nincs betöltve a pisztoly. Arra figyeljünk oda, jobbra. Ez lesz az. Mire gondol a karakterünk? Ja, olyanokat mond, nem tudok beszélni, ami éppen azt gondolnád, hogy itt valami lesz. Ez a gyerek is. Fogja magát, elszalad. Követni kéne őt is. Eddig jók vagyunk. Megint megfújták. Ó,
De hogy nem talált el közvetlen közelről, mi? Csak nagy mák volt. Kám, az visszajött, ne? Szegény nő. Előre láttam ott már a végét, és hogyha itt lemennél, akkor... Honnan lőtt? Mutasd! Ezt melyik kezével csinálta? Kutyám, az nagyon nem van jól. Szemét látom, művelte azt vele, ugye? Szóval itt vasakat lehet felvenni. Kutyám, az mindjárt helyre jön, nem kell aggódni. Remélem. Egészen sok HP-je van és egyesével csökken, hogyha jól látom. De ha több ezerből menne éppen lefelé. Melyik az, amelyik lő? Már nem találtunk ide fent semmi értelmeset. Azt hittem, hogy valami más lesz, de nem. Na gyere! Felbátorítjuk egy kicsit. Áú, megkipte a seggem a rohadék. Azért csak rá healelnék. Úgy látszik, hogy alacsony HP-n kapunk egy healing effektet, látod? Erre még nem voltunk szemben. Az ott valami benga. Igen nagy benga. Gyerünk! Ez az. Amíg nem rám figyelnek, egészen egyszerűek. Ott fent volna valami, amit meg kéne nézni. Még munícióval is jól állunk ahhoz képest, hogy mióta mászkálunk már ide lent, nem? Olyan, mintha ezen a területen már jártam volna, de közben meg mégsem. Nincs itt fent semmi. Vissza az egész. Helyrévés miatt csökken az a csík. Ah, köszönöm. Eltalált. De milyen nagyot seb ez az a szar kis mordájával, nem? Te is tudod a játékot, Iván? Lassú a golyó. Ne ne esod a... Már mindegy. Nem a kivérzés miatt. Mi? Mire gondolsz? Ha szeretnétek megnyerni egyébként a játék első részét tőlem, 3 darab kulcsán rendelkezésemre. Úgyhogy lépjetek be a giveaway-be. Ide fel lehet menni? Nem. Több tikittel is rendelkezhettek, azt hiszem maximum 4 van. Szóval hajrá, hajrá! Az igen. Megszólaltatta. Felmegyünk oda és megnézzük, hogy ott Mizu. Nem, ez semmi. Eddig jó. De nem kaptunk bengát. Az viszont tök furi. Glad that's over. De kaptunk bengát, de. Szia. Nice, nice. Király, király, király. Fú. Azért tunkolni kell őket, nem mondom, főleg ezeket a bengákat, nem szabad hagyni nekik semmilyen időt, mert vagy elmegy healelni, vagy mindenféle hülyeségre képes. Egy trait mondtam elérhető, nagyjából átnéztük a helyet, kivéve ezt a sok gyereket, akik itt voltak fent, ezeket nem nagyon néztük meg. Itt gondolom akkor ez a létre vezetett volna fel hozzájuk, mondjuk ide mindig visszamehetünk. Sőt, itt van lent még egy hely, de gondolom ide kellene bemennem. Most akkor mégsem instában vagyok? Szevasz Banderas, hogy vagy Mizu? Egy checkpoint. Itt most leülünk, ez fix. Odakint úgyis visszajön minden most már. The Great Hall.
nézzünk körül. Egy lift, hoppá. Nem egészen ez volt a terv, de jó. Ezzel hívod vissza. Lehet, hogy itt lesz a boss aréna lent, de nem szerezte meg a szívet, nem baj. Úgy kell hozzá. Másik oldalas. Akkor ezzel tudsz iszélni a checkpointhoz, de akkor nem mindenkent... Oké. Okay. Gondoltam, hogy ez lesz. Azt akartam megnézni, hogy van alatta valamire leestem. Igazából a fenti rész volt le. Gyere le. Bocsi, majdnem belehaltunk. Élem a játékot kétszer majdnem végigjátszottad. Hány óra volt neked az első végigjátszás? Nagyon szépek ezek a textúrák, gyönyörűek. Ez a Q betű ott a pisztoly mellett, az miért villog ilyen szintekre? Inkább kinyomom neki így. 25-26 óra? Na, akkor el fogunk benne szórakozni. Vannak olyan részek, ahol sebezhetőbbek, de még nem látom pontosan, hogy merre. És azt sem tudom, hogy pisztolyjal kellene bennem vajon, vagy inkább a nagyobbik puskával. Azt hittem, hogy rámegyünk a Dreamerre, a Night Weaverre, de nem. Ezek szerint még odébb van. Tehát vissza kéne menni leadni a scalpereket, nem? A szobrokat. Ki is képes vérezni, úgy látom. Ebbe, hogyha beleiszunk, akkor mind a ketten gyógyulunk, vagy csak én gyógyulok tőle. Ott van lent valami. Azonnal ránézek, hogy mi lehet. Ó, ez egy nagy láda. Mindenféle királysággal benne. Micsoda? Ezt most nem olvassuk el. Mivel, hogy nem lehetett elolvasni. Állítólag itt jönnek. Kapta, nem mondom, azért zarmon ez nagyon sokat levéd. Durvító. Gyerünk. A hasán lesz egy gyenge pont, ha jól látom. Pedig szuper. Az mi? Kettőben ga? Egy elégett, minden oké. Nice, nice, nice. Király volt, király. Hát viszont a lootot azt nem dobták meg. Tehát egyik se dobott semmilyen értelmes dolgot számunkra, pedig azt hittem, hogy itt most... Hát ez poszteremnek tűnik, már nem azért mondom. Elvérzik. Megvan. Hát ott ő viszont dobott egy csomó királyságot. Armor effectiveness, mindenféle szarság. Ellentétben a két bengával, ami egyszerre jött. Szoros volt? Ne, szerencsére nem volt az. Nagyobb volt a para benne, mint amennyire. Handlerre kezdtem, nagyon nagy segítség a kutya. Aha. Én is ezt mondtam, amikor kezdtük a játékot, hogy a Gunslinger az nekem szimpatikusabb, az biztos, hogy egy kicsit komolyabb kihívás. A kutya az pedig ugye, hát ilyen nagy segítség, hogy feltámaszt, meg ilyenek. Azért az egy ilyen végigjátszás, az tényleg sokat hozzáad. Lőd meg ez egyik brazier. Ne mondd el! Meglövöm. Ez egy puzzle.
mindegyiknek kéknek, vagy mindegyiknek fehérnek kell vajon lennie? Hajaj. Ja, hogy az lenne a lényeg, hogy mindegyik aludjon ki? Nem. Ilyen, hogyha mind fehér lenne. Ezek itt most fehérek. Itt most van egy kék. És kettő kék van. A mellette lévő lesz mindig más színű, értem. Megvagyunk. Na, köszönöm, hogy felhívtad rá a figyelmem. Nem vettem volna észre, hogy itt bármit kell azokat csinálni. Látszik, hogy az ajtó ott a távolban, az nem működik. Range critical damage, ez micsoda? White bone stem. Egy gyűrűért jöttem be ide? Fejre állított be oldalt, nyitja ki feketére akkor a jobbat. Ah! Oké, okay, semmi baj. Hát istenedet! Közel volt pedig. Na hát csak három pisztolylövedék, 30 damage hiányzott a végéből, pedig elhittem, de a greediness az erős volt. És akkor most, hogyha átalakítod a másik színre... Nem, tehát akkor egy végigjátszásban csak az egyiket tudod megcsinálni, hogyha jól értem. Vagy lehet, hogy resetelni kell? Most minden fehér. És akkor a white tone kívül gondolom ott van még egy másik is. Azt mondja, hogy mod power requirement 10%-os csökkentés, fake bruiser, melee damage-et, stacks bulwark, nem stackkel magával. Nem, ezek jók, ezek a gyűrűk, amiket betettünk eddig. Ezt majd talán egyszer megtudod, oké. Okay. Köszönöm. Erre kell menni, ez itt egy lift. Köszönöm, hogy nem spoilerezel, az... Öreg ilyenkor, amikor nincsenek modik, az nagyon sokat segít. Dogó, vigyázz! Öles a szarja, ő leült oda, ő ott van. Nézd ki, hogy erre még lehet menni. Hatalmas ez a terület, és nem igazán ismerem ki magam benne rajta. Van balra valami lila. Új gyűrű. Milyen sok gyűrűt kapunk most? Frétekből egyet tehetnék mi, igen. Mi ez az új gyűrű, mutasd. Egy skillet regenerálva, vagy mi? Egy skillet használva 10% max HP-t töltődik vissza. Melyik a skillünk? Nekem csak annyi van, hogy a kutyát küldözgethetem, nem? Nem tudom, hogy van-e másik skillem azon kívül. Lehet, hogy passzív skill használatra is rátölti. Ez mondjuk nem rossz, ingyen healing, hoppá. Valamit csinál most a dogó. Pedig ezt elolvastam, azt hiszem, hogy van double tap. Mondom, ezt hívja vissza. Aha, értem. Ezek az ajtók nem nyithatók. De szép 60. Ó, szarás!
Oké, megvan. Van még egy benga? Nem. Szinte nincs. Vagy mégis van? De rohadt nehezen halnak meg. Mi ez a hihetetlen armor rating? Ja, hogy még több agrót is generál? Hát tiszta bobo fartra. Nem tudom, mi lövöldözik, de hagyjuk békén egy előre, nézzünk át ide-vissza. Egy óra 4 perc van, ne felejtsük majd el még a mai epizódban leadni azokat a babákat. Itt is van valami. Trade point, még jól megfordultam. Hogy íjászkodik a Telvil, most láttad? Tök megérte ezt az extra pontot vissza vagy felvenni, és akkor itt jöttem volna ki, aha. Hova megyünk? Mint hogyha ez az egész terület fel lenne már fedezve, de a másik oldalról, most lesz meg a visszamenetre a checkpointhoz, és nem találkoztunk útközben senkivel, aki akár boss lenne, vagy ilyesmi. Lehet, hogy ennek az instának csupán ennyi volt a lényege, hogy raid pont, meg gyűrűk esetleg? Lent még mászkálhatnék. Meglátjuk, hogy megtaláljuk el. Ordibálnak ide bent. Neked szét kell lőni, vagy dobálni, vagy elmi, vagy ilyesmi? Némi scrapet össze... Mi ez a hang? Némi scrapet össze lehet szedni ezekből is persze. Ezt meg majd később beforgatjuk valami királyságba. Itt van valami. Egy láda. Nagyon szeretnék új fegyvert kapni. És ez az ajtó, amit nem tudtunk eddig kinyitni, ugye? Hát ott van szemben a lift, így van. Van fölöttünk egy gyűrű. De most akkor a shortcutot megcsináltuk. És elképzelhető, hogy a bosszal most fogunk találkozni ide fent, mert ki tudja. Csak nem raknak olyan instába, ahol nincs boss. Szerencsétlenek ordibálnak. Az milyen tűz? Ez nem tudja, egy konyha lenne. Jó, be nem akarok beleállni. Tök érdekes ez a tűz, amilyen világos lángal ég. Ez mi lesz? Ez egy medál, új quest item. Nem, amuletben nincs nálam több. És hogyha ezt megvizsgálod. Ez a lakoma mesternek a... Nem tudom milyen. Tök minden mennyire törölgeted. Van rajta valami zsíros réteg, ami sehogy sem fog lejönni. Ezt pedig nem fogom tudni kinyitni, mi? És ezt? Mondhatni, nem mehetünk át. Egyik oldalon sem. Milyen? Nem is értem. Hát hiszen oda bent van egy láda. Hát valahogy be kellene tudnom oda menni. Honnan? Nem, mert itt van valami, amit nem tudom, valamivel piszkálni kéne bármit is, és... Ez például mi? Hogy lehet ezt kinyitni? Nem értem. Semmit nem látok itt, ami... Nyitná ezeket a dolgokat, ezeket az ajtókat itt. Szávasz Jamal, mi a helyzet? Hogy vagy? Ti szerintetek ezt ki lehet valahogy nyitni? Ne, eskü, nem tudom. Nem találom. Akkor menjünk el innen. Pedig oda bent van valami. Nem Nightmare-em, mert az... Már meglévő buildet és gírt igényel, azt írta a játék. Ja, hogy belülről, aha.
Hát belülről még nem tudom kinyitni, úgyhogy akkor ez tárgytalan. És ha erre megyek vissza... Orgona zenét hallok. Mint hogyha... A izé lenne. Melyik játék volt az? Returnal. Vége. Mi a helyzet, Irengard? De régen nem láttalak. Már az első map is szívás. Hát akkor miért nem elég a veterán szint? Én ezt nem értem. Most akkor itt mehetünk ki. És ezt a részt pedig szemben még nem fedeztük fel, ugye? Szóval hogy lehet, hogy oda nem mehetünk? Mert ott az az ajtó zárva volt. A Feastmasternek elhoztuk a cuccát. Be is tesszük oda. Ne bántsál, már ajtót nyitok. Na, még egy jó level up is történt, akkor megülünk itt egy pillanatra. Új skill a támogató kiskutya. Köszönöm a követést, Istikének, üdvít nálunk a vészkórusban, ne felejtsd el a jelmondatunkat, ha nagy szarba kerülni, csak énekelj hangosan. Nekem végeztél ezzel a világgal, még van egy elvileg. Nekem az furcsa, hogy most akkor hol az anyámban vagyok? Már bocsánat, ez... Hogy ez itt az Oracle-nek a refuge-a, a Great Hall-ban vagyok. Harvester's Reach-ben már voltam. Niue-hez mentünk be, onnan, ahol lennem kellett volna. Hol lehet visszamenni a itt? Szerintem ez lesz a szanatórium, ugye? És akkor itt a pincébe le kéne adnom. Jó, szerintem... Először... Megnézzük, hogy mi van itt. Éppen most hidratáltam, köszi a kiváltnak. Dolgozom, éppen kajaszünetet tartok, beültem a lapom a nehézséget, illetően gondoltam, megnézem, mennyire rettenetes, nem kivitelezhetem, nem egyszerű. Aha. Hát sok sikert kívánok, meg remélem lesz benne élvezett faktor is, nem csak a szívás. Ő lesz a boss, ugye? Egyél. Meg kell enni a húst, mert elhűl. Dehol. Készen van a lakoma. Gyere és egyél. Ennek nincs szeme, csak szája van. Undorítónak tűnne. Meg vagyok hívva? Mindenki meg van hívva. Mindenkinek el kell jönnie. Nagy fájdalom volt. Ezt a sok mindent összepakolva. Aha. Miért van most lakoma? Az új király koronázására. Aha. Ezt a banketet senki nem utasíthatja vissza. Valami egzotikus és nemrég felfedezett lénynek a húsát szolgálják fel, amit direkt erre az eseményre főztek meg. Mesélj az új királyról. King Faerin? Ilyen örökké? Oké, Faerin vagy Faerin? Ah, igen, igen, te mondtad pontosan, mondja. Lol. Mi történt a régi királlyal? Az egyetlen igazi király. Hát ő már nem létezik, de nem számít. Ma zabálni fogunk. Oké, milyen egzotikus lényről beszélsz? Csoda, hogy nem tudtunk semmit eddig róla. Nem tudom, hogy minek hívják, de rengeteg van belőle. Nem kétséges, hogy láttad őket. Aha, megköszönik, amiért megzabáljuk a húsukat. Aha. Jóta készítettétek ezt így elő? Éjszaka és nappal főztünk mindent, oké. Jó, de hány napon is éjszakán át? Nem számít. Mind a király szolgáltában történik. Egyél, barátom, mert készen áll. Aha. Hát, ebből legyünk. Lehet, a muszáj ennem belőle. Oké, és most meg fogok halni. Réven ezt tettem.
És most, hogyha zabász folyamat, akkor mi történik? Meg kell lennem minden? Együnk, még együnk. Mit kaptam? Mit kaptam? Azt hiszem, hogy bántanak. Nem, most rendes healing az már nem jó többé. Valamit zabálnom kell. Elvéreztem. Oké, ezt nem értettem elsőre, de most már másodikra tudni fogom, hogy mit kell csinálni. Szóval az asztalon van a healing, és mindenkit meg kell ölni, aki eljön erre a banketre. Jó, legyen. Ugye már te meg békén. Egyél! Oké, fogok. Csinál kutya. Szétharapja az armort, a páncélt. Vagy lehet, hogy mindent meg kéne ennem, és akkor van vége? A pofonokat kapok. Inkább erről az oldalról zabáljunk szerintem. Másik könnyebb lesz. Ezek, akik beszaladnak. Durvi vérzés van rajtam. Vigyázzunk. Be kéne osztani ezek szerint inkább. Nekem az a gyanúm, hogy be kéne osztanom. Azokat is meg lehet enni? Meg fog enni? Megeszi! Még jó? Zabálunk. Ez a gyors healing, ha jól veszem észre. Best complete. Igen, a királynak el kell jönnie, nekünk pedig fel kell, hogy készüljünk. Hát ez nem volt nehéz, csak elsőre nem értettem, hogy mit akar. És akkor most megcsináltuk ezt a furcsa küldét, aminek az eredménye. Na most már emlékszem rám. Kicsit kötös az emlékezetem, szóval lakomáztunk. Szóval persze, hogy volt egy lakománk, a legjobb sok évben. Mi vagyunk a megtisztelt vendég. Egy új amulettet kapunk. Ez egy nyakcsont, nyaklánc. Mi történt a régi királlyal? Az egy igaz király. Nem tudom. Nem számít. Ma eszünk, mondja. Le vagy szarva, akkor visznát. Jó, és akkor milyen amulettet kaptunk? Ezt nézzük meg. Bármi jobb, mint az, ami rajtunk van. Status effektek damage-ét leveszi, ami rajtunk van. Nem, amit én rakok fel az enemire, ugye?
25%-a nagyobb damage-et kapsz a Blightból, vagy abból a status effectből. Mit csinál? Tehát, hogy rajta csökkenti a damagét, de viszont... Nem értem. Tehát most csökkenti a damagét, de 25%-kal növeli. Ezt ti értelmezitek? Nem tudom, mit csinál, de nagyon furcsa a működése ideírva. Na, hát eddig egészen királymód haladtunk a játékban, ezt a mellékküldét sikerült teljesítenünk. Innen most már akkor gyorsan ki is jöhetünk, ha minden jól megy. Így itt azért le fogunk ide még ücsörögni. Iden tolja? Veteránon tolom. És itt már csak a World 13, vagy World 13-be lehet visszamenni. Ha ide kimegyek, akkor mi lesz? Ezért nem mondtad meg, hogy te is tolod-e amúgy. Ha szeretnéd megnyerni Iván az első részét, akkor ott van azon a linken beszállsz a nyereményjátékba. Na igen, de akkor miért úgy írta, hogy egyébként 25%-kal növeli? Itt, ahol vagyok, ez az a rész, amit még nem néztünk meg, oda most elszaladok, jó? Megnézzük azt még azért. Ronisztán jönnek. De furcsa, csökken a staminám. Eddig futás közben nem csökkent. Ez most valami újdonság, egy új szivatás lesz. Nem kéne leesni, mondjuk itt sem. Mi van a dogóval? Szétrág ez minden. Kiáll egy csarló a fejemből, de jó. Jó, jó felé megyek. Igen, úgy látom, hogy igen. Milyen jó, hogy nem céloznak pontosan. Elfejteni szeretnéd az első részét, olyan sok időt toltál bele. Csökkenti a bekapottat, ha van rajta debuff, de te vele kiosztottad. Ah! Itt van egy létre, amit még nem néztünk meg eddig. Itt van a sok gyerek? Aha. Meg egy öreg vím banya. Azért itt még körbenézünk. Ide nem nagyon tudsz bemenni. Akkor ezek szerint ennyi volt itt a lényeg, hogy itt ülnek a gyerekek. Ott nyomja a banya. Meg fel lehet szaladni. Várjál, alt. Nem mehetsz tovább, nem. Nem teljesen értem ezt a helyszínt. De lehet, hogy csak arra volt jó, hogy a lootodat megtolja egy picivel. De honnan szaladtak idáig? Ó, az micsoda? Igen, hogy ilyen sok töltény van. Nem beszélhettem vele. Lehet, hogy a harc miatt nem jött vissza minden gyerek? Hogy lettek volna még valahol, és akkor nekem azokat össze kellett volna szedni. Igen, még ebben az irányban lehetne egy... Ja, lehetséges, hogy nem jött vissza mindegyik, és emiatt nem áll velem szóba a vasorrubába mi. Okos, okos. Akkor itt most több szálon futnak a dolgok, ugye? Ából lőttem a kutyadémont. Érdekes, hogy még mindig nem találtam normális fegyvert a játékhoz. Konkrét semmit. Tehát még mindig a level 1-es pisztoly, level 1-es puska van. Úgyis, hogy már a játékkal vagy több mint 4 órája játszunk. Szerintem az előző részben így gyakrabban lehetett őket váltogatni. Röptében! A
Hagyjál már békén Géza, az istenedet neked! Tiszta izé, tiszta Bloodborne az a csáv volt szemben. Fel is robbantja magát a mocsok. Lehet, hogy itt bújik a gyerek a létre tetején. Elvérzik, az nem kell aggódni. Mi ez? Mi a szar ez? Mi ez te? De milyen hangja volt, hallod? Te repülő jött volna. Ez nem semmi volt, hallottátok ti is? Hát azért igazán para hangja volt. Nem csak upgrade-elni lehetett, nem, sokféle fegyver volt benne. Magadnak rakhattad össze, volt benne nem tudom, hogy 30 féle fegyver. Ez első világod, de ez még az első 4 órám a játékban. Feltételezem, hogy ez egy világnak minősül, ahol eddig járkáltunk, volt már ilyen csatorna, volt ez a Fé nevű izé, istennő, volt... mit tudom én? Volt ez a város, volt... ezt a rohadt, nem lövöd el levegőben a felét szálló Project Night, volt elmegy úgy intézet is. Wow, that's it. Itt már jártam. Killed a stranger! Olyan agresszívak az itteni enemik. Végtelen ideig lehet játszani ezt a játékot, elsküszöm tényleg. És főleg, hogyha majd jó lesz a multiplayer mód. Gondolom most is irány meg minden, de hát akkor aztán világ összes idejét bele lehet tenni majd. Azt nem tudom érzékelni egyébként így 4 óra után, hogy bármit fejlődött volna az előző részhez képest. De esküszöm, mint hogyha az előző résszel játszanék. Itt van egy kis vas. Nem mész fel. De tudom, hogy a kutya harabnálja közben a helyieket. Megérkeztek. Szi. Nice. Kapunk bele valami durvítót? Aha, ott van a Lumenite, mint az előző részben is ott volt, ugye? Ez jobban szerintem, ami jó volt, ez egyben meg is tartották, érződik, hogy ez egy folytatás. Igen. Raid pont. Gyereket nem találtam viszont. Viszont itt van egy nagy valami mögöttünk, lehet, hogy egy boss aréna. Nem kellett újra feltrálni. Igen. Én is így érzem, ja. Maybe I should check out that castle. Hát ezt a kastélyt csekkolni kellene, de előtte néhány trade-et azért benyomhatnánk. Kis stamina is, mert az Arcane Strike az nekem eddig nem. Skill cooldown-nak csökkentése, mod power generation. Én még mindig úgy érzem, hogy a HP-ra való pakolás. De tudod mit, legyen akkor level 5-ös endurancia is. Csak mert Kata nagyon szerette ezt, úgyhogy akkor hadd szóljon. Kicsit több staminával többet tudsz futni. Messzebbre is szaladsz. Hosszabb lesz a péniszed. Rakéta meghajtó üzemanyag. Oh, igen. Miket ki nem találnak ebbe a gamebe? És ez egy újabb insta? Igen. Kicsit leülünk, ha már így alakult. Eskü haza kellett volna menni fejleszteni a fegyvert. Sajnálom, gyanúm, hogy jobban jártam volna, mert egy csomó mindent bele tudnék pakolni abból már, ami eddig rendelkezésünk rá. Ugye rengeteg fém, Lumenite kristály, gondolom az is ahhoz kell. Mindenféle weapon modokat lehetne legyártani, csomó scrapet szedtünk össze. Nem bízom ebben a helyben. Ha arrafele állsz, akkor úgy pörög, hogy a végén jó irányba nézel? NPC-t a lőtér mellett? Köszi, majd ránézek. Ott van valami lila cucc.
A robosztus gyűrűje. Az lehet, hogy nekünk való. Max HP-t 10-zel növeli, armor 15-tel. Ez bizony, hogy nekem való. Elemental damage csinál 15%-a nagyobb mod power-t. Én azt levenném. Ja, az nem is volt rajtam. Nem is tervezett. Szóval... minden damage 10%-kal meg, de még szürke HP-d is van. Hát... nem, ez nem kell ide. Ennek a robusztusa szerintem az jobb lesz. Az jó. Több armor, több HP. Mehet. Szerencsétlen nem látott be ide. A magasan szálló. Hopp! Egy csicska. Na. Még jó, hogy a HP-n visszatöltődik ezen a szürke részen. A kutya az széttép mindent, pont nélkül. Érkezik a Mr. Big. Mondjuk ez nem tudom mi volt. Szerintem nem az volt az, nem? Nem, itt valami más a Mr. Big. Mi van? Láda? Királyság, meg vagyunk. Újabb Lumenite. Errefelé nem jártunk még. Ott volt egy láda, volt benne a Fairy Needle. Na, itt mit találunk? Ez egy egyszerű kis pántlika? Mindenki tudja, hogy mi a franc ez a pántlika, nem? Na, várjál, ezt jobban megvizsgáljuk. Oké, semmi. Nem bársony, nem sejem, de valami másféle anyagból készül, ennyit tudtam onnan kiolvasni hirtelen. Szalag? Ja. A lyuk, ami a pánton van, az a pántlika? Hoppá! Jó napokat kívánok, de szépen jött az ott. Nézd a fejét. De nem tudsz leugrani. Hogy ugyanazok, akik szállnak, ugyanazok szoktak így megtámadni minket a izé. Ezek a mélé fickók. Itt mi van? Szar sincs, mert hoppá, szevasz. Oké, okay, ügyes. Az övé hosszabban elért, nekem meg csak egy penge van a csuklomra erősítve, ugye? Ügyes. Ez benga volt, nem vettem észre. Már igazából nem volt annyira az, de... annak szánták. Az igen. Oké, okay, gondoltam, hogy ez lesz. A healing közben nem volt alkalmam dodge-olni, hogyha jól láttam. Vagyunk el, átkozottak vagyunk. Hol van? Lehet. Nézd, hogy kivédi. Vagy védte volna. Kaptunk egy skarlát király coint. Akármi is legyen az. Az igen. Meg kell vizsgálni, hogy mi a fene lehet. Raid pont. Erre azért rányalnék, mutasd. Hogy a fene vinne téged el. Abba baj lesz. Vigyázzunk, nehogy belőjön. Dogó véd. Én most már lehet inni. Farmazsin? Micsoda? Megjött a HP regen. Kicsit lassan, de jön. Úgyhogy megoldja.
Hát ezzel a HP regenerál nagyon messzire nem fogok eljutni szerintem, de oké, legyen. Próbáljuk ki. Ugye egyszer már felkeltett, tehát most akkor egy jó ideig szerintem nem fog. Ha csak nem úgy kelt fel esetleg, hogy ameddig van Estus flaskád, addig kelteget téged, de nem hiszem, hogy ez így lenne. Vigyázzunk. Mögöttünk is van valami. Itt pedig checkpoint jobbra. Az nagyon jól jön most. Nem tévedek, nem az. Mert azért leülök ide. Ez szarházi. Na még egyszer rájszik a vidéki men. Ez most már dupla HP regen, és csak. Míg iszol, közben egy csomó HP jön vissza. Felveszünk innen is mindent. Ez nem néz ki jól. Azt hittem, hogy checkpoint lesz, de nem az lesz, nem. Nem baj, elviszünk magunkkal mindent. Vigyázva. Ez komoly cucc. Nem baj, beleállt a tutiba, az a lényeg. Oké. Erre vigyázzunk, szinte meghalt. Igen, hál' Istennek elvitte a fekete gyász. Ez volt kutya képességét ajánlom figyelmetbe. Köszönöm, nagyon kedves. Egyőre nincsen rá szükségem. A trétek közül kaptunk most egyet, az a vigorba belemegy. Így. Jó, ez megvan. És meg kell nézni, hogy milyen quest item ez. Az inventory, support kutya, őrületes Crimson King, coinok. Hiába nézett, semmi nincs rajta a közepét, meg valaki kiette. Hát ez igen. Igen, is voltak ilyen magyar fillérek, forintok. Mondom, hogy ebből a coinból többre is lesz szükség, meg egy gyereket is visszakísérni majd, meg ilyenek. Jóó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 
Jaj! Itt kapott a gyerek. Itt kapott. Hoppá! Ez Iász Géza? Igen. Az átok nem sűrűn akar lejönni rólunk, ugye? Hopp! Hányan vannak? Ugye ott azt megveri, az jó. Semmi nincs. Az durvító. Semmit nem érő. Megint jön a komoly fajzat, ott van. Semmi baj, semmi baj. Még hogy a tűz az viszi. Azt szarolt mindig. Oké, elvitte. Még egy coin. Ezek szerint ebből többet is fel kell venned. Teljesen átkozottak vagyunk. Ez azt jelenti, hogy a HP-mból lement. Ó, ide beraknék egy ilyen... Nem, egy ilyet, nem. Pántlikát, hogy összekössük a kezeiket. Persze. Na mi lesz ebből? Jó. Akkor mehetünk. Kicsit azért ráhílelek biztos, ami tuti. Felraktunk oda valamit, és nem lehet vele újra interaktolni. Lehet, hogy több ilyet is össze kell kötni majd a jó Isten áldásával, vagy az alatt, vagy valami. Menjünk jobbra. Üres. Ekkor ez az Insta. Na, még van belőle. Azt hogy csináltad, hogy jobbra nézett a szemét? Hát nem is engem nézett. Hát esküszöm, hogy nem engem nézett, láttad? Mekkora egy csaló szemétláda volt. Hát mondjam, minek ti? Au! Na! Minek térjek ki, hogyha nem engem néz? Gondoltam magamban, de higgyétek el, már engem nézett.
Van valami tűz. Ez nem nagyon jó. Másik oldalról ugyanarra fogunk kimenni. Kis muníció. Benga érkezik. Aha, megjött. Bajban vagyok. Az istenet. Semmi baj. Semmi baj. Az igen. Még egy Crimson King coin, mint quest item. Elfogyott a HP-m. Kellene nekünk egy kis töltés valahonnan majd. Gondolom így végtelen számú scrapet lehet összeszedni abból, hogy szétvered ezeket a ládákat. És akkor balra fel, jobbra fel, bocsánat, itt lesz valami, talán egy checkpoint a boss fight előtt. Szerintem ennek kell most így van történnie. Pont jól volt kiszámolva a HP. De ez nem olyan nagy HP, ahol mászkálhatsz össze-vissza, itt csak megülsz egy pillanatra, hogy de mégiscsak. Érdekes, ez egy kisebb kavicsnál, amikor azt a játék elején elmondták, hogy egy kis darabja is ugyanannyira jó, mint hogyha egy egész lenne, ugye? Az új kutyás skill is heal-el? Az attack dog. Itt most ki kell választanom, hogy melyiket használom? Támogató kutya. Guard dog. Aha, igen, tényleg agrózik. Jó. Max HP per sec, movement speed. Jó, ezt kérem, ezt a támogató kutyát. De nézzük, miféle boss fight lesz ebből. Enter model. Lép be, halandod. Az életek, amik vannak, mint a tiéd, túlságosan rövidek ahhoz, hogy hezitáljunk, úgyhogy most egy Isten jelenlétében állsz. Én vagyok az egyetlen, aki kiállt az imposztor ellen, aki a trón szeretné magának. Lehet, hogy nem vagy fény. Mégis ennek a királyságnak minden áldását összes lélegzeteddel learatod. But these lands and their people draw their life from my own. Úgyhogy ezeknek a vidékenek az emberei saját életemből veszik el az ő életüket, tehát érted abból. Senki nem állt ki ellenem és élte túl. Az én feladatom, hogy uralkodjak az alattvalóim fölött. Mint ahogy az ő feladatuk az, hogy szolgáljanak engem. Most sem megértjük egymást. Mit csinálsz? Most odaadom neki a coinokat? Milyen... Miről beszélsz? Nem vagy fény, és így talán nem vagy... Micsoda? Meg fel akart volna pofozni? Nem tudom, miről beszél. Igen, igen, értem. Mindenkinek zsetont kell fizetnie. Hát lehet, hogy nem vagyok fél, de mégis az áldását én is élvezem. Ezért vagy tolvaj vagyok, vagy pedig alattvaló. Oké, tessék, itt vannak a coinok. A fény törvénye az, hogy ezt cserébe odaadjam neked. És az én törvényem által idegen, ezt is neked adom, mondja. Szerintem nem bántottak, csak olyan volt, mintha bántottak volna, de csak beképzeltem, hogy bántanak, nem? Jó kérdés. Lehet, hogy rossz istennek áldoztunk? Vagy lehet, hogy meg kellett, hogy halljak annak érdekében, hogy újra élhessek, és utána valami történjen. Lehet, hogy most bejövök hozzá, és szétverem a fejét?
Lehet, hogy eltűnik. Lehet, hogy nem lett volna szabad odaadnom a zsetont neki. Lehet, hogy ő az imposztor és nem is az igazi király. Mi folyik itt? Van valami ajtó, de nem nyílik. Ott az exit. Lehet, hogy hülyeséget csináltam. Lehet, hogy nem. Az exit messze van, mindegy, abban az irányban még nem voltam. Szerintetek? Hülyeséget csináltam. Lehet, hogy csak most nyílt ki ez a járat itt erre felé, láda is van. Azt hittem, hogy boss fightolni fogunk a végére, de nem. 1 óra 44 perc. Iván, milyen filmet nézzünk ma este? Van-e ötleted esetleg? A tegnapi Resident Evil az nagyon jó volt. Nagyon-nagyon tetszett. Akik nevetgélnek. Ez nem tudom mi volt, de elmenekült. Lélekkő. Tribute. Ezt kell elvinni szerintem annak a... Mert ez a szív kellett nekünk, ugye. Ugye a Nightweaverhez elvigyük majd. És akkor végül is a szobrokat még nem adtuk vissza, nem csináltuk meg ezt a mellékküldét. Jó, nem baj, nem baj. Nagyon élvezetes a játék, iszonyatosan bele lehet zombulni, és jó érzés vele játszani. Tehát fenntartja a figyelmedet, mindig van mit csinálni, mehetsz, nyomhatod, király. De várj, most ennek az alaksorában volt a csaj, ugye? Igen, mert megjöttünk vissza a izéhez. Mit pofázol? Na, most így, hogy ennyire kevés fegyverünk van. Utána el tudom képzelni, hogy esetleg volna értelme. Tényleg feltápolni az eddigi fegyvereinket. Itt volt, azt hiszem ő. És mi az, hogy nem? Ja, majom, vagy te meg a lányod, te majom! Ez nem majom, te hülye, ez csak egy itteni páciens. Na tessék, itt van a tiéd. Adadom neki a babákat. Azt hittem, hogy elvesztek örökké. Úgyhogy a világ össze-vissza változott meg minden. Annyira hasonlítanak egymásra, nem így van? Annyira hasonlítanak, és mégsem. Mint a Nightweaver aspektusai. Most már emlékszem. Two shiny copper teeth removed from nine discarded cones. And seven yellow leaves excised from one forgotten tome. Szép hangja volt a nénnek. Pony Barrow slept and dreamed he had a fright. But when he woke, he remembered not. But cold forgotten night. I suppose it doesn't make much sense. Mondom, nincsenek sok értelme. De erre próbáltam visszaemlékezni. A Nightweaver érzésére jobban, mint az ő fizikai mi voltára. Köszönöm, idegen mondja. Aha. Mi volt ez a dal, amire emlékeztél? Nem tudom, hogy mit jelent. Szóval azt mondják, hogy a dalokkal trükközzük meg az agyunkat, hogy visszaemlékezzünk arra, amit elfelejtettünk. Jó, még egy kérdésem van. Miért csendesítettek el? Azért, mert meg vagyok őrül, hát nem tiszta? Oké. Okay. Látta a Nightweaver-t álmában, és a páciensei körében inkább jobban érezte magát. Aha, de ez nem volt túl professzionális tőle, és nagyon rosszul érezte magát emiatt. Sok államtalan éjszaka után bevallotta a főnővérnek, hogy mit látott. Megvető tekintettel néztek rá, hamarosan sarokba szorították és kényszerítették, hogy lejöjjön ide. Szóval te voltál a fődoktor? Igen. Mit csináltál a páciensekkel? Megvédtük őket, megvigyáztunk rájuk, persze törődtünk velük. A világban ők nem valók odakintre. Mert lehet, hogy bántanának másokat. Oké. Okay. Értett, hogy a világ megváltozott. Nehéz elmagyarázni. A páciensek beszéltek valami nagy változásról, láthatatlan szörnyekről, meg persze Nightweaverről. Azt hittem, hogy tömegpánik, tömeghisztéria tört ki. Oké. Okay. Mi változott meg?
Eljött hozzám álmomban a Night Weaver, mint hogy a páciensek írták le, láttam őt az álmaimban. Oké, de azok az álmok eltűntek, és utána csak a sötétség és a félelem maradt a helyében. Szörnyen ébredtem, órákig nem is tudtam beszélni, akkor láttam meg a világbéli változásokat, amiket addig nem. Repedéseket a falon, meg az árnyak mögött. Oké. Szóval biztos vagy benne, hogy te vagy az őrült. Hogyha neked van igazad. Oké, szóval hogy orvos volt valaha. Csak azt tudja elhinni, amit fel tud mérni, vagy amit lát. És most már nagyon sok mindent látott. Többé nincsenek kérdéseim. Há, jó. És akkor ennyi volt tényleg? Very well. És tovább énekel. 2-9-7-1. 2-9-7-1. Most jöttem rá, hogy mit énekel. 2-9-7-1. Ez lesz a kód, amit mond a széfhez. Húzzunk fel gyorsan a széfhez. Saját! Azt a bűtös mindenit! Olyan kritet lecsavartam neki. 2-9-7-1. És addig énekel, amíg ki nem nyitod. Oké. Megkaptuk az új handgun-t, a Double Barrel-t. Na végre, egy új fegyver. Nice. És hogyha most azt mondanám, hogy inventory, nem karakter, fegyver, akkor most az a Double Barrel 110 damage-e van? Hát az nem mindegy, hogy 8 vagy 110, csak hát ugye kettő a magazine bele. Hát ez hülye. 110. Jöjjön valami szemben, nézzük. Ezt megérte összeszedni, azt hiszem. Itt meg már jártunk, innen jöttünk ki. Felettünk van egy quest. Azt még meg kéne nézni, gondolom. És akkor volt egy mellékküldetés is a gyerekekkel, meg az öregasszonnyal. Bár azt nem mondta mellékküldetésnek a játék. Ti mondtátok, hogy vissza kell vinni a gyerekeket. Könnyen elképzelhető, hogy az még mindig hátra van. Hol vagy? Ezt a büdös mindenit. Újra töltési idő, egészen gyorsnak tűnik. Még remélem, hogy kijön valami. Alattunk van most már. Erre felé kellene lenni a melléküldinek. Vagyis mi a fő küldetésnek itt valami. Nice. És mégsem itt van. Nem, mint hogyha itt lenne, de még sincs itt. Nem lehet, hogy itt valami... Nem. Mondjuk túl sok töltényem nem lesz ebbe a pisztolyba, de szerintem a fejlesztéseket majd, hogyha rápakolom, viszont, hogy milyeneket fog majd növekedni. Szerintem ezt a pisztolyt meg is tartjuk. Nem rossz a másik sem, de ez jobb lesz így. Hihetetlen, de nem találom, hogy mi van. Lehet, hogy nem találom. És itt pedig már voltam. Ez az instában megy vissza. És ez? Semmi. Lehet, hogy itt volt ez a... Ja, gondolom így sütötték ki az agyukat. Páciens 206-ról leírják, hogy miben szenved. Meg mivel kezelik. Itt a többi is itt van. Hát ez nekünk most nem fontos, bocsánat. Itt pedig már jártam be. Gondolom ez a sok terápiás őrület. Hogy mehettem volna oda? Vagy mit akarnak ott mutatni, mint küldetés? Mi lenne, hogyha térképen nézném meg? Hát itt... Én szerintem ez... Várjál, az egy ajtóra mutat. Csak fölötte van. Ja, hogy az alaksorban tudsz oda bemenni. Jó, elnézést. Igen, ez kicsit hülyén lett mutatva, de... Az igen. Azt kapta. Itt megvan minden. Lehet pihenni a checkpointnál.
Ami a dogon, nyomod, nyomod. Itt nincs semmi. Meg kell találnunk a lefelé vezető lépcsőt. Látom, olyan ez a hely, mint egy labirintus. Megvan. És akkor ide kellene betennem valamit? Szolti! Ez kell a Night Weavernek. Oké. És ezzel kinyílik egy portál. Nem lehet, hogy ez az első chapternek a vége. Nem csodálkoznék rajta. Karmazsin? Iván, ez a filmnek a címe, amit nézni szeretnél ma este? Ácskacok, hogy mi lesz ide lent, azt megtudhatjátok hamarosan. Ez kicsit hasonlít nekem a régi játékból, az előző részből valami helyszínre. Talán nem véletlenül. Mire számítsunk itt, azt megtudjátok a következő részből, és nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki itt volt velem a mai dupla epizódjában ennek a játéknak. Még sok idő lesz, nekem meg kell vágnom ezt a kettő modot. Boss fight? De boss fight! Hát persze! Na nézzünk már rá! Azt jelenti a Crimson? Ezt tudom. A nővérem sosem mondta el nekem, sosem tudta. Olyan sok kor lett elpocsékolva. Miről beszél? Elkerülve az álmokat, mint a gyerekek, és sosem postoltam meg őket, meg... Mimue terve elvezetett. Nagyon ízletes kimenetelekhez. Gyere ide! Aha, szóval meg akar engem is zabálni? OMT Wraith! Tetszünk neki! Azt hogy csináltad? És ezt hogy csináltad? Nem értem, mivel csinálja. Rádúri kétszer. Wow. Kicsi az aréna ehhez egy picit, nem? De nagyobbra tudom csinálni, hát persze. Nem szabadott ma. Oh, ez igen. Hopszi. Taladjunk. Ez érdekes boss fight lesz. Rögtön a következő epizód elejére. Wow, wow. Erre a támadására vigyázni kell. Ja, a dogon nem tud felkelteni, mert a tűzre figyelni kell. Menőség lesz ez a boss fight, hogyha kicsit megtápoljuk az utcainkat, szerintem minden további nélkül le fog menni hamar a Night Weaver. És akkor onnantól kezdve ezzel a résszel is meg leszünk. Tetszik nagyon ez a játék. Tiszta olyan, mint az előző rész. Szinte semmi különbség nincs. Legyünk a vigorba még egy kevesen, az sosem árthat. És akkor... A rengeteg cucc, amit felhalmoztunk eddig ebben az elmúlt néhány órában, azok közül semmi nem lett elköltve vagy elhasználva. Na jó, hát azzal fogjuk folytatni. Van 6600 scrap, meg ilyenek. Köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt. Remélem, hogy tetszett nektek. Megyünk, filmezünk még a Dixordon, hogyha ajánlatok egy filmet, akkor megnézzük. És legközelebb a játékkal szerintem minél hamarabb fogtok találkozni, oké? Okay? Remélhetőleg vasárnap, legközelebb. Most szerda van, holnap Final Fantasy, pénteken befejezzük a Yoshit, meg aztán nyomjuk a System Shockot. A System Shockból szerintem már nincs olyan sok hátra. Szombat az Zelda napja, akkor vasárnapnak kell lenni ennek a folytatásának. Hát túl sok hangom az már nincs.
De innen megyünk tovább, és jó pihenést kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen a nagyfokú jelenlétet. Ha valaki szeretne még beszállni a nyereményjátékba, azt tegye meg, ott a chat tetején látható, csak rá kell nyomni. Úgy látom, hogy 66 beszállóval szálltatok be eddig, az nem is kevés. De hogyha ráfrissítek, akkor 82. Aha. Jó, az menő. Figyelj, több mint 20-an benn vagytok akkor már. Tehát az a minimum, de szerintem többen is. Kiú Siro 92, kösz szépen a követést. Jó pihenést kívánok, ne felejtsetek el fogatmosni, holnap innen folyt köv. Raiderünk még valahová. Na csá-csá! Kösz szépen a követést.